Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 10 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek a hét utolsó napján, pénteken. Hello Feri, hello Jani, hello drága hallgatók, itt vagyunk. Adjál még tapsot a tavasznak, még egy-egy gyerekek. Még egy tapsot. Három a magyar igazsága. Ez a beszél. Köszi szépen, hogy egyen eljöttetek. Mindent fogtuk hallni. A francba tényleg. Ez is van, gyerekek, minden van. Hey, de jó. Minden van itt. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hát micsoda lendület, micsoda vitalitás. Gyerekek, szeretjük. Aja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 j. Na mi van? Nagy a baj. Csak a lendületet. Itt a vég. Egy fél mondatot beszéljünk erről, mert most viszont baj van. Igen, hát. Ránéztem a Eurosportra, gyerekek, és most baj van. Most van a baj. A csíkos hátú úgy tűnik, hogy... Szorú, Rozsé, szorul, és ennek nem örülök, basszus, nem örülök, mert a Nadal ki fog esni, a Gyokó nem igazán motivált, a Murray nincs formában, és Rogernek ez most nagyon állna. Hát igen. Gyokó ki fog esni? Nem, Gyokó nem annyira motivált szerintem most. Motivált. És most Roger szorul, mert a másik... El lehetne kapni. Most szerintem még egy Grand Slamet behúzhatna, basszus, és kiesés sárodzsé. Ez nem jó. Az első szettet elvesztett, a második szettben pedig 5-4-re vezet a Szeppi ellene. Ajjajajajajaj. Baj van. Seppentyű. De szépen iszik az a fiú. De szépen iszik. Nézd meg azt a nyugalmat, hogy ő iszik. És Rozsé, na itt halt meg Rozsé. Nézd meg, lehajtotta a fejét, kész. Aha. Vége. A daráscsípés. Lehet, hogy megint megcsípte egy darázscsel. Igen. Rohadt méhek, azóta se tudtam kihebelni. Nézd meg hátra, és azt mondja, hogy nem csám tovább. Na, gyerekek, na mindegy, szóval, hogy baj van. Baj van. Büdös francba lehet olyan hosszú az alsó lábszára, mint nekem az egész alsó test. Igen. De mi van? Nem néztétek meg, hogy hülyeséget ne kérdezek. Jó a Szeppi, vagy nem megy Rozsénak? Tehát ugye nem mindegy, ugye, hogy egyszer leütik a pályáról, vagy bal lábbal kelt, nyugös, nem megy, van az úgy, hogy az ember egyszer nem tudja a labdát eltalálni. Te éjfélkor, amikor lefeküdtem, még gondolkodtam rajta, hogy beállítom háromra az órámat, hogy megnézzem az elejét, de azt elengem. 3-ra 10-kor kelt föl a gyerek, én voltam a soros, úgyhogy épp etettem egyet, de nem volt erőm bekapcsolni a tévét. Tehát én félállomban így tudod, hogy fogod a fejét, így lebicsaklott az én fejem is, és így próbáltam, hogy na, gyerünk, nyom már le, aztán feküdj vissza gyorsan. Aha. És haludjál. De tudtam, hogy 3:30-kor kezd. Aztán ránéztem a telefonomra, és ott láttam, hogy kicsit csúszik a meccse, és akkor mondom, jó, nem is baj, nem kapcsoltam be a... Nem kapcsoltam be. Ha most visszabrékeli a Szeppit, akkor még nem ment el a második. Aha, de ez nem tánc, esély. Ez tenisz. Miért kell brékelni? Ez nem tánc, tenisz. Tragikusan játszik, nem megy. Nem, lemondott saját magáról. Most kellene előjönni annak a zseninek, akiről mindig beszélsz. Jaj, a foga fáj, most már látom, ez nem léhecske volt. Megcsípte az ínyét valami. Ó, szegényke, berepült oda, de remélem nem harapta el a derekát. Nem jó ez így. Nincs, nagy baj van, gyerekek, vagy a bélszín beragadt reggel. Na mindegy, jó van, ne is beszéljünk erről, majd én néha fölnézek oda, és mondom, hogy mi van, de nem akarok ezzel mindenkit untatni. Főleg, hogy nekem 3 fogadásom van, döntötte be tegnap a Monfils, hogy rohadjon. Mennyit buktál, 2000-re? Bizony, hát vicces. Kikapott? Annyit azért nem. Kikapott? Nem vagyunk ennyire bátrak. Kikapott végül. Én mondtam. És maratoni nagyon kemény csata volt. És nem is amiatt, hanem az előző meccse miatt. Nem is, sajnos az a baj, hogy ránéztem a képernyőre, megláttam már az első adogatásánál, már az ember úgy nézett ki, hogy látszott rajta, mint egy tank ment volna végig. Kérdezz meg, dobj egy SMS-t. Monfils vagy izé, mondom. Megmondom. 10-ből 8-ból megmondom, hogy ki. Ismerem az előző meccsét, tudom, mennyit volt pályán, látom, mit játszott. Nem tettem volna Monfils-t. Körültekintő vagyok, de most sajnos nem hallgattam rád, illetve hát előbb kellett volna kérdeznem, aztán tennem, mert igen. Egy 5-szettes meccs után azért látszania kellett rajta a fáradtság. Ő se gép, Monfils se. De nem lehet mindig előre. Nem, mert igen, nem lehet mindig ő a győztes. A világrangista helyezés ellenére sem, úgyhogy általában rá is mentem. Mindegy, nem baj. Most nem érdekes. Meddig lehet fogadni a meccs elindulásáig, vagy a mérkőzés elindulásáig? Tehát igen. Ahogy, igen, de vannak olyan oldalak, ahol egyébként élőben is lehet. Igen. Tehát van, ahol még megy a meccs, de nyugodtan. Mondjuk egy-egy van szettállásban, és mondjuk 2-1-re vezet valaki, és a másik adogat, és egyelíthet 2-2-re, ott igazából semmi nem dőlt el. Aha. Tehát, hogy ott még bőven bele lehet. De iszonyatosan meg lehet indulni a lejtőn, tehát 2-300 forintokért. Majd a végére, hogyha véletlenül bejut át, illetve most már azt hiszem, hogy
gyerekek, ha ez beüti most, Roger, ha ez beüti, akkor meg vagyunk, mert akkor viszont visszajön, mert akkor visszabrékelte a Szeppit. Aha. Ez bocsánat, ezt várjuk meg ezt a labdamenetet. Jó, kérdés, meg egy picit türelmet kérünk szépen azoktól, akik... Átment! Háló! Átment! Ötöt! Jó! Visszajöttünk. Halljuk, nem kell hálózni. Halló. Jó van, gyerekek, Roger visszavékelt a Szeppit, úgyhogy nincs nagy baj. Nincs nagy baj. Na, mi újság van, meséljetek, kinek volt a tegnapi napi gyerekek. Ja, nagyon érdekes felfedezést tettem, hát ugye reggelenként szoktam azért egy nagyon picit bűnözni, az autót meg szoktam ízesíteni, ezzel azzal ilyen kandírozott gyümölcsökkel, meg szárított, meg asszal, mindenféle ilyen csodákkal. És hát egy ilyen érdekes feliratot fedeztem fel az egyik ilyen kis asszal gyümölcsnek a csomagolásán, azt mondja, hogy a zöld papaja színezéke a tartra az én a gyermekek tevékenységére és figyelmére káros hatást gyakorol. Nem mondom, milyen izgalmas ez a felirat, mondom, utána nézek már ennek a kellemes anyagnak, amit én is időnként szoktam így fogyasztani, ezek szerint a zöld papaja színezékeként. Azt mondja, hogy allergiás reakciókat válthat ki az aszpirin érzékenyeknél és asztmásoknál, egyéb mellékhatásként felléphet migrén, torzlátás, viszketés, Ausztriában és Németországban tiltott volt, ám az EU-s szabályok felülírták a helyi tiltást, gyermekeknek és csecsemőknek készült ételekben használta, nem ajánlott. Hát például azért, mert torzlátást, migrént meg viszketést okozhat annál a kedves gyereknél, akinek ma nyilván azért veszel meg egy ilyen terméket, hogy kényeztesd egy picit. Fogyasszál már egy picit, és ráadásul ugye, nyilván a márkát azt nem mondjuk, de hogy a természetes élelmiszerek nagy támogatójáról van szó, azért az elég erős. Azért az elég erős, úgyhogy szépen kiválogattam belőle. Hogy a zöld papaját, azt mi a reteknek kell még beszínezni zöldre? Uh-huh. Hát igen, ez az, hogy valószínűleg a feldolgozás során az elviszíti a színét, és akkor ilyen semleges színűvé válik. Én azzal kibékülnék, én az íze miatt teszem, nem a színe miatt. És szerintem a gyerek is valószínűleg azt élvezheti jobban, nem annyira a színét, mert akkor mit tudom, tévét nézni, és nem falatozna. Érted? De azért milyen jó, nem? Hogy megveszed, és akkor a gyerek megkívánja, ránéz, valamennyit tudod, és akkor meg se nézed, csak nem mindenki jól van. Én mindig azt gondolom, hogy nem mindenki olvassa végig ezeket. Nem. És erre ráadásul ránézel, ugye a termékre, ezt tudod, bizony, hogy ez a cég, ez mindig azt mondja, hogy ez itt aztán a izé. Így van. A Kánaán, nyugi van, ezt teheted. Bio. Hát nem, de hát mégis azért egy, hogy hívják el, egy fokkal jobb, mint a, mit tudom én, a cukrozott, ez cukrozott az, meg a gumicukor, meg a nem tudom micsoda, tehát hogy azért mégiscsak gyümölcsöt fogyasztasz valamilyen formában. És én most át is nyergeltem egy másikra, de ebből is természetesen nem dobtam ki, de azért kiválogattam belőle szépen a zöld papaját, azt ment a kukába. Szárítógép, ez a megoldás. Vesz egy ekkora kis dobozka, belerakod a kis almáidat, a nagy mennyiségű papaját, amely takerben leszedsz, megszárítja, és a akkor az a nincs semmi baj. Hát, mert most az őrségből, ugye? Az őrségi papaját csinálunk, vagy... De hogy azért szállítani. Jó, nem? Tehát, hogy nem úgy vásárolsz be, hogy elmész, megnézed, de jó kis, hogy hívják, a kis trópusi gyümölcsök, jó ez a gyereknek is, nekem is, hú de fincsi, hanem megfordítod, elolvasod, és akkor gyorsan, hogyha olyan a telód, akkor fölmész, megnézed, na jó van. Hát, akarunk ma este torzlátást már, vagy migrént, esetleg viszket? Akkor viszont együnk belőle. Nem, kemény, és ráadásul gyümölcs, tehát a gyerek kezébe adott tényleg, adod neki egyen, nem? Szóval, hogy... Ne csak itt egyél szívem, ne tízét cukorkát, hogy gyümölcs, édes fésre. Fogalmad nincsen, hogy az egyébként meg teljesen egészséges, 8-10 éves gyerekeknek miért van migrénye. Igen. És amikor belépsz a szobába, akkor megijed tőled, mert a torzlátás miatt valami szörnynek néz. Igen. Na, bevásárló körút volt akkor tegnap, én a nagy muter fájtba estem bele. Kérlek szépen, a sorbaállás az az örömteli pillanata, amikor beszorulsz két nyugdíjas nagymama közé, de előtted is és mögötted is az van. Voltam vásáron egy ilyen normál ABC-ben, és előttem is, utánam is egy volt, kellő követési távolságot tartottam az elsőtől, aki állandóan hátra nézett, és ezt elkezdtem mondani, hogy ne jöjjön ilyen közel. Uha. Hát mondom, sokkalom, fél méterre vagyok magától, de akkor távolabb állok. A másik, aki mögöttem állt, az viszont ő azt gondolta, hogy akkor, mivel fél méterre állok, lassabban megy a sor. Érted? Tehát, hogy van egy luk, azt a pénztárosnak nyilván ki kell várni. Ő ezt gondolta, hogy azt az előttem lévő nagyit beszámlázza,
vár egy lukat, és utána jövök én. Ezért ő rajtam volt, és folyamatosan a fenekembe a kis bevásárló kosarával. Neki mondtam, hogy nem lesz semmi probléma, tessék elhinni, mi fogunk jönni mindjárt. Tehát ez a luk itt nem az a luk, aminek látszik. És most, gyerekek, még azt mondjátok el nekem, hogy a pénztár szallagra, amikor fölteszed a cuccaidat, akkor vannak az elválasztók. Aha, a következő vásárló. A következő vásárló. Igen. Parázsvita alakult ki, hogy kinek a feladata betenni az elválasztó. Na, ugyanis, várjál, az előttem lévő nagyi, igen, az azt hiszem vett 3 zsemlét meg egy liter tejet. Az föltette, én hagytam körülbelül 15 centit, már a pénztáros nő a 3 zsemlét meg a tejet már szinte meg is fogta, és oda elkezdtem föltenni, amikor a néni hátrafordult, és azt mondta, hogy maga nem tudja betenni az elválasztót. Na, hogy nekem is ség be azt, nem tudom. Vett 1 kiló bélszint 10.200-ért. Érted? Itt is megálltam, nyertem egy nagyot, mondom, nem fogok mondani, oké, azonnal. Nem fejeled meg a mamát. Igen, tehát, hogy mégiscsak úri ember vagy. Most kinek a feladata? A mögötte? Hát, tehát, szerintem neked. Nekem oda kellett volna tenni. Nekem nem a végére kell tennem, amivel lezárom a saját vásárlásomat? Nem. Na, szerintem. Nem. Szerintem nem. De. Nem. Hát de. Hát engem hol zavar, ha ő kifizeti egy-két termékemet, őt viszont nyilván zavarja, ha az enyémből fizet néhányat, tehát nekem kell oda tennem a végére. Nekem. Ugyanis az első vásárló, aki aznap reggel beáll a kasszába, az nem tesz maga elé, ugye? Uh-huh. Tehát ő fölpakolja, logikus, és a végére betesz egyet. Én mindig úgy csinálom, hogy nekem sose teszik elém. Tehát, hogy én látom, aha, hogy én jövök, mert én tudom, hogy mikor kezdek fölpakolni. Mert meg akarnak hívni. Tehát én nekem, ha állok a sorban, nem biztos, hogy kell figyelnem, hogy állnak-e mögöttem, az már pakolni akar-e, stb. Én csak fölteszem az enyémet. Jön a következő, ő elkezd pakolni, kvázi tulajdonképpen fogja azt a következő vásárt, lerakja, és elkezdi fölrakni a saját cuccát. Tehát nekem nem kell hátra néznem, ha én már éppen fizetek, pakolok be a saját szatyromba, hogy jön egy másik vásárló, visszarohanok és fölteszem, hanem csinálom a saját dolgom. És ha megérkezik, legalábbis én így értelmezem, de mondjátok, ha nem így van, megérkezik a következő vásárló, te elkezdesz fölpakolni, látod, hogy ő hol végzett, fogod, akkor berakod a következő vásárlót, és aztán te elkezdesz fölpakolni. Én úgy gondolom, én nem teszem föl soha. Hogy az én cuccaim eddig tartanak, szépen leteszem oda cuccot, és onnan, vagy a kis elválasztott táblát, és akkor tudják, hogy na, onnantól már másé. Mert hogy engem zavarna az, ha ők összekeverednek az én holmim az ő holmiával, azt neki kellene fizetnem az övéből 2-3-at. Na, én meg úgy gondolom, hogy azért teszem föl, hogy őt ne zavarjam. Tehát én azért teszem oda, és magad azért elé, az én dolgom magam elé tenni, hogy nehogy ő bajban legyen azzal, hogy, hogy beütik az én cuccomat, ráadásul ne vegye el, feszkó van belőle, stb. Tehát, és én ráadásul sose látok következő vásárlót előttem. Mindig ugye a néni hátra löki, a pénztáros néni, hogy elveszi előről, hátra löki, te nyúlsz érte, és berakod, és elkezdhetsz fölpakolni, kvázi megadod magadnak a jelet, hogy fölpakolhatsz. Aha. Szóval én ezt így csinálom. De mert a logika, az első vásárló logikája az addiktálja, hogy ő saját maga mögé teszi. Igen. Most abban neked igazad van, hogyha nem áll mögötted senki, akkor mögötte mi a senki, minek tegyen föl? Hát te nem figyeled mindig, hogy állnak-e mögötted, pakolsz közben, fizetsz, még leveszel valamit a pulttól, tehát nem azt nézed, megérkezik a következő vásárló, és ő felteszi, hogy jelzi, hogy elkezd pakolni. Nem tudom, mi a vásárlási etikettünk, még ezt mindig így csinálom. Te felteszed magadnak. Aha. Rakjál magad elé is mögé. Viszont, mert ha én fogok 1 kiló kenyeret, és én csak annyit veszek, akkor nekem nem kell föltennem. Akkor ő is fölöslegesen teszi, nekem se kell. Megfogom 1 kiló kenyeremet, ő levásárol, odaadom neki, föl se teszem, megyek tovább. Tehát ő miért figyelje, hogy nálam most sok van, hogy ő föltegye? Aha. Vagy nincs nálam semmi, hogy ne tegye föl? Én figyelem a sajátomat, és ha látom, hogy több van és köveredhet, fölrakom. Hát most nézem minden vásárló, hogy mennyi mindent veszem mögötte lévő. Hmm. Van, aki egy orbitrágóért beáll. Most hát akkor hát azt akarom kifizetni. Nem úgy értem, de az nyilván nem nyúl oda. De most neked nem kell fizetni egyébként sorállás, vagy nem kell figyelni a mögötted lévőket. Automatikusan, hogy föltetted az utolsó darabot, nyúlsz azért az elválasztó vacakért, és fölteszed. Ez is tök jó. Szerintem ez is jó. Én sose teszem föl magam mögé. Aha. Csak és sose csodálkozom azon, hogy nincs előttem, mert hogy az a jel. Nem. De jó a kérdés, egyébként néni nem örült? Na, nagyon. Tényleg? Mondjuk engem nem zavart, minek hogy örült volna ő aznap. Tehát figyelj, mondom, 2 tételt vett a néni, a pénztáros már látta, hogy az a 2 az övé, én hagytam körülbelül egy 20 centi helyet, és oda elkezdtem pakolni az enyémet. Tehát én mondjuk nem nagyon izgatom magam azon, hogy van elválasztó, vagy nincsen, mert szerintem nincs benne ott nincs a pénztárnál annyi, persze, amiért érdemes összeveszni, de hogy mondom, a nyugger fight az azonnal elindult, és óriás majdnem verekedést akart kezdeményezni a mama, és mondtam, hogy jó, már teszem is, ne tessék haragudni, mert az övét már be is ütötte a pénztáros, kérte a pénzt, és tudta, hogy mi a helyzet, csak olyan érdekes volt, hogy elkezdtem gondolkozni, hogy ha van etikett, akkor az mi, magad elé teszed, vagy magad mögé? Igen, ez egy jó dolog. Rakjon mindenki mindenhol. Hát nyilván picit ingerült volt a mama, mert levette az
RTL Klub műsoráról a Szerelemben Háborúban című új török kalandfilm sorozat. Miután alig indult be, de volt valami, előadtak valamit, aztán az izénvel a Szamurájok Banditák című, vagy Szamurájok és Banditák című nagy klasszikus, valami jó volt, mert háromlábú botos kendó meccs. És az orrod alá való dörmögés volt, tudod, azt még egy darabig mondta. Ezek a mai fiatalok. Ki kéne fejleszteni egy ilyen, izét, egy ilyen mama radart, mint amilyen a tolató radart, tudod, hogy túl közel mész hozzá, vagy rátolatsz, akkor abban, amilyen pi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 p
kosarával. Valamiért egyébként ők azt hiszik, hogy ettől ők gyorsabban igen, odaérnek. Igen. Na és mondom, és elkezdtem mondani is, hogy fiatal ember miért nem megy előrébb. Mondtam, mert attól nem mindegy, leszünk be attól nem, nem áll elétek mondom, senki. Ő azt gondolta, hogy az előttem lévő mamát beüti a pénztáros néni, utána vár 5 percet, mert ott van egy luk előttem, és utána jövök én. Igen. És mondtam, hogy tessék-e hinni, hogy ott nem lesz állás. Hát kérdés, hogy a luk sokat vette, mert ha luk sok mindent vesz, akkor az hosszú idő. Igen, tehát, a luk, mert sok minden van. Akkor... Lehet, hogy luk sokat vásárolt. Én mondtátok, hogy mert a másik prototípus itt előttem, az meg azért pampog, mert... De ez ugyanez a, ugyanez a reptéri becsekkolás, tehát állsz a sorban, mondjuk valamint ott bíbelődsz, előtted haladtak 3 métert, és mögötted a fő, menjél már, menjél, de nem érsz oda előbb, hiszen attól ő nem csekkol be előbb, mert én jövök, előttem van egy hely, előre lépek 2, de ha egy person lépek előre 2, ő ugyanott akkor is ugyanakkor leszünk. Csekkol. És a legszebb, a pult előtt 3 méterre van egy piros vonal, hogy ahol ki van téve, hogy ugye állj meg, igen. Hogy ne zavard azt, aki ott éppen személyes adatait adja le a izékár beszállókártyára. És amikor ott kezdenek előbbis, menjél már, nem lát. Hát ott a hely. De mondom, itt meg a vonal pirossal. Igen, tudod? És mi arra rájött a nyakára, akkor mi lesz, igen. És nem tudok odaállni a pulthoz. Már nem férünk el, mert már állok ott. Furák ezek a dolgok, igen, hogy működnek. Van egy jó kultúrája ennek, csak nem mindig sikerül ezt megtanulni. Igen. Ha mindegy, érdekes, hogy állnak gyerekek. Jézus Mária, rövidítés, 6-6, azon belül 5-5. Az a kutya fáját. Hát nem, nem jön itt ez a második szett olyan könnyen. Rövidítés van, az 6-6, és utána játszanak egy gémet, ami 7-ig megy. És nem 15 semmi, 30 semmivel pontoznak, hanem 1-2-3. Na látod? Mi? Itt van, egy pici csavar, ez most egy hosszabb verzió lenne. Mamák is ezért voltak tegnap ingerültek, mert ők is a Monfils-ra tettek. Meg hogy Federernek megcsípte az ujját. A hosszabbítást az értem, tehát nem tudsz eldönteni valamit, hát akkor valami, még lehetős, ugye? Így van, valami túl rövid. Igen, tehát nem tudod eldönteni, hogy mi van, vége egál a meccsnek, igen? Akkor adnak még időt, hosszabbítást. Ez rövidítés tulajdonképpen. De most a Rozsé miatt, mert nagyon gyengén játszik. Hogy ő rövidítene, és mondták, hogy akkor változtassunk szabályt, és akkor rövidítenek. Uh-huh. Nem, 6-6-nál ugye nem megy tovább, ezen a Grand Slamen van, ahol tovább megy, hanem 6-6 van. Most már lehetne még 7-6, 7-7, 8-6, de nem. De 6-6-nál azt mondják, hogy máshogy számolunk, 6-6 van. Ú, gyerekek, nagyobb. Szegény fiú. Csókolom. Elvesztette a második szettet, gyerekek, 4-1-ről rövidítésre vezetett Roger 4-1-re, és 7-5-re elvesztette a rövidítését, és így 6-4-7-6. Az olasz csődör, de szeretem, új kedvencem van, most látom, hogy oda van írva, hogy Ita. Az biztos az, hogy olasz. Az Ita. Seppi. Na mindegy, és akkor 6-6-nál van a rövidítés, ami azt jelenti, hogy 6-6-nál kerek pontokat kapnak, és 7-ig mennek. Ez most egy picit... Kerekeket. Tehát nem törteket. Ez most egy lehet, hogy egy kicsit bonyolult. Figyelj, azért nekem volna mit olvasgatnom még ebben a sportban. Volna még mit a szabálykönyvben kicsit rá átnézni, nem? Igen, vannak és akkor most még tovább játszanak, vagy most, hogy 2-t a Seppi megnyert, akkor mehet a Rozsé a izébe. Nem, a Grand Slamek 3 nyert szettig mennek. Csak a Grand Slamek mennek 3 nyert szettig, és azok, igen, tehát most még ha Roger visszahozza ezt a 2-t, akkor 2-2 nyert szett után, mondjuk 4,5 óra után nulláról kezdik az egészet, és jön a döntő 5. szett. Aha. Tehát érdekes. Na jó, már rászokni nem fogok. Kezdődik csókolom, kinek tetszik. Na, az. Azért halad meg azért szanc matek. Szanc matek? Az... Nem, ment a matek. Azért de nem rosszak. Hogy állunk játéka? 2-2 az állás. Úgyhogy ez egy rövidítés. Ez egy döntő, vagy egy döntőszett. Aha. Mindegy, játszunk. Fekete-fehér, igen. Nemet, aki ezt most megnyeri, a hallgatók, akkor övék a hét. Ha mi, akkor viszont a miénk. De 2-2 most. Igen, nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, mivel te tudod, mikor pakoltad ki az utcsó árut, amit vettél, neked kell a végére tenned az elválasztót. Uh-huh. Na hát ezért nem megyek én vásárolni, írja egy hallgató. Ezek a nyuggerek a buszon is ezt csinálják, nem értik, hogy én akkor sem indulok el, előbb Szatyi küldte nekünk. Balázs az önverziója, az egyszerű emberek verziója. A másik, aki maga után teszi fel. Az udvaras változat, ha ez a szó, mond valamit. Köszönjük szépen. Ugye jó vagy. Nagyon jó, köszönjük szépen. Balázs, ha bemész egy köztéri WC-be, akkor lehúzott magad után, vagy nem? Lezárod a dolgodat, írja valaki. Értem a logikai követés, de azért nem ugyanaz a kettő. Igen. Ez a dolog két élő, nem mindig van a szalag végén tábla, akkor tegye fel az első, ha mögötted lévő nem éri el. Amúgy szerintem udvarja se kérdése. Jé, küldte nekünk. Köszönjük szépen.
Balikám, nem így van. Ez egy rossz kezdés reggel. Te jelzed a pénztárosnak, meddig tartasz. Innen jön az elválasztó lényege. Hát minden csak megközelítés kérdése. Egyébként, de igen. Ferinek is Janinak van igaza. De ha gondolod, Balázs, kifizetheted az összes mögötted állóért. Igen, ezt jó néven veszik. Ez az igazi udvariasság. Igen, rakni kell előre és hátra is, írta nekünk egy hallgató. Köszönjük. Ez is igaz, de ez nem tartozik most a témánkhoz. Ez már egy más téma lenne, igen. De igazad van. Szóval akkor a vásárlói etikett azt mondja, hogy neked van igazad, vagyis akkor pakolják föl, azt rakjad magad szóval mögé. Vártam még egy rohadjál el, tényleg reggel. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne velünk játszani. Jó, egészen nyugodtan, írjon nekünk SMS, mi pedig jövünk Ákos hírei után. Haj, 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, megy a bugi, és nézzük a közlekedési híreket, mit írnak nekünk a hallgatói. Azt mondja, hogy idióta kínaiak, a szalonna füstölők szennyezik a levegőt. Nem a gyárak, az autók, stb. Véletlenül, Laci. Ez tényleg vagyok, Laci. Érdekes. Ki az, aki ilyen kék és zölden jelöli a játékokat, és összezavar engem ezzel, hogy azt hiszem, hogy közlekedési hírek vannak jelölve. Nézd meg a zöldet, meg a kéket, hogy szinte ugyanolyan, és nem is lehet megkülönböztetni. Aha, akkor nem, a szemedet nem is műtetni kell. Igen. De akkor baj van, polipot. Baj van a szemem. M3-60 Miskolc, tiszta baleset és hatóság mentes bandita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyelőre nem látok nagyon más közlekedési hírt. Na, nézzük meg, hogy állunk játékkal. Ugye 2-2, ami azt jelenti, hogy döntőszett előtt állunk. Tenisz nyelven. Annyira szeretlek benneteket ezzel kínozni. Döntő szett előtt vagyunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Kristóf vagyok. Kristóf! Hello, Kristóf, honnan hívsz minket, Kristóf? Budapesten vagyok most, 7. kerület. 7. kerület, na, vannak ott is emberek, nem csak Lőrincen, ez azért ez megnyugtató, hogy tud más is telefonálni. Lőrincen kívülről is. Kristóf, mit csinálsz, dolgozol, suliba jársz? Hát most momentán pont sulira készülök. 10-es vizsgám, úgyhogy arra tanulok, azért is keltem fel most, és gondoltam, próbálkozok egy jó kis játékkal. Mi lesz a vizsga? Géprajz, szigorlat. Hát ez elég rosszul hangzik. Mi az, hogy géprajz? Mi az? Hát rajzolni kell különféle, nem tudom, tengelykapcsolókat, csopágyazást, ilyeneket kell tudni. De meg lennénk lőve. Azt a mindig. Az kemény. Hát a baj, hogy én is meg vagyok, pedig nekem ugye 3 óra vizsgám van. Azt mondjuk igen, már hogy mi meg vagyunk lőve, az egy dolog, nekünk már ezen annyi minden nem múlik, de ha te is 3 órával a vizsga előtt, az nagyobb. Az nagyobb baj. De hát igyekszem. És akkor be lehet vinni puskát, vagy beviszed magaddal egy kardán tengelyt, hát ha azt kell lerajzolnod, hogy egy Tesco szatyorra, vagy ezt hogy kell elképzelni? Amúgy vannak tételek, nyilván ki vannak az olyan vizsgatételek, és akkor azokat begyakorlom, kidolgozom itthon, és akkor bízom a legjobbakat, de amúgy telibe találtad, mert van egy olyan pont, hogy kardán tengely, úgyhogy. Hát, egészen lehet, azért ehhez is konyítok, nem sokat, de azért. Érted. Nem csak a tenisz. Nem csak a tenisz, azért igen. Nagyon sok rétű műveltség van jelen. Ez egy nagyon összetett dolog, igen. Kivel szeretné játszani? Hát, sokat gondolkoztam, és Janit választottam. Janit választottad, jól van. Hát dőljön el akkor rajtatok. Nagyon szívesen jött. Igen, dőljön el rajtatok a dolog. 2-2 van, úgyhogy mindkét félnek mondom, hogy nekünk kell a pont, de természetesen, ha meg lesz, akkor Kristóf, neked is megadjuk. Mehetünk? Mehetünk, igen. Na, akkor 3-2-1, és tessék, hajrá, Jani! Kristóf, akkor ma vizsgázol, ugye? Úgy van, ahogy mondod. Tanultál eleget? Próbálkoztam. Mikor kezdted? Tegnap? Sok, régóta. Igen, olyan. Ott a vége! Hát, micsoda győzelem! Ez az, Jani, szép volt. Megremegett az ellenfél lába már az első másodpercben, vagy a hangja, de aztán oda csak. Kis dadogás, kis bizonytalanság, és ott érezted, hogy be kell vinned a hátsó borda közé, igen, és az első borda közé a tördöfést. Egy gyomrost és egy tértechnikával. Illetve amikor még a földön feküdt, még 2-t rávertem a biztonság kedvére. Azért sajnos leléptettek, és vitt a meccs. Bizonytalan játék volt ez, Kristó, bizonytalan. Az elején jól indultál, de hamar elbizonytalanodtál. Sajnos a tanulás súlya, ugye, megviselt. Nekem mindegy, hogy mi. Ne mindegy, se gratulálok.
Köszi, köszi. Romboljátok el az önbizalmat így. Ja, tudod, azt szoktam ilyenkor mondani, mikor fontos döntés, vagy fontos esemény előtt játszik az ember, akkor ha itt kikapott, akkor az sikerülni fog. Aha. De hát ezt soha nem gondolják. Sose jön be. Igen, ez általában nem szokott bejönni. Igen, tehát hogy a vizsgád az lehet, hogy így menni fog. Apukám is mondott hasonlókat, ő inkább a szerencsejátékkal kapcsolatban, hogyha ott nem vagyok szerencsés, akkor szerencsés vagyok az ilyenbe. Uh-huh. Akkor ez se jött be. Uh-huh. Igen. Na meglátjuk, drukkolunk, jó? Jó, nagy köszönöm kalapa szépen. Krisztóf, köszi a játékot, ciao. Én köszi, sziasztok. Hello, hello, hello. Jani, szép volt, szép srácok volt. Srácok, szívesen. 3-2. Ennyi, hát behúztad, amit be kellett húzni. Igen. Hát nem, nincs itt. Így van. Na, univerzum királyai, 3 nyert hét után vagyunk, csak ennyi, mondom. Ennyi, gyerekek. Bocs, ezt szokták mondani, érted? Ha van igazi súly a dolognak, érted? Te erre alatt nő a pálma, hát még a törpe fenyő, ugye? Így van. Megyek, el is menjünk Budira. Én még egyet azért ráküldelék, mintha oda gyógyult volna a massza. Na, jól van. Látom, Feri, te is megjöttél. Ide közd be a lovat, aztán. Közd ki a lovat, aztán induljunk. Na, jövünk 2 óra után, egy gyerekes témánk lesz majd, arról beszélgetünk, hogy egy tévéműsorban egy 74 éves néni, hangsúlyozom, 74 éves, nuni fiatalító kezelésen vett részt. Elmondása szerint rendszeresen gyantáztat, 30 éves barátja van, és igyekszik fiatalon tartani magát, ezért ő megcsináltatta. Te ügyes, és nem te is okos. Ezt, igen, mint a legkisebb ugrifülesége. Hát neki is szintén ilyen kicsit, igen, olyan meg lehet csinálni a füleit. Nem is erről beszélgetünk majd, nyilván azért fél mondattal átveszünk, hogy néz ki egy ilyen fiatalító műtét, hanem keresünk majd olyan hallgatókat, akik kicsit árulkodnak az ő párjukról. És az árulkodás lényege annyi lesz, hogy el kell nekünk mondani, vagy pontosabban meg kell írni, hogy mit tesz meg párja azért, hogy szép legyen, hány órát áll a tükör előtt, milyen szereket használ, milyen krémeket használ, miben hisz, festeti a haját, ha 60 éves férfiről van szó, pakol-e az arcára uborkát naponta, láttad-e már úgy, hogy fekszik ilyen aranykrémmel az arcán, a krumplival, a feje tetején. Algapakolással. Tehát tessék kicsit árulkodni, hogy ki min nevet a párjával kapcsolatban, ha szépítkezésről van szó. Fontos, hogy fiatalabbnak akar látszani, ugye? Tehát nem azt akarja, hogy egy 60 éves jól kinéző legyen, hanem azt higgyék róla, hogy 40. Az is jó, ha jobban akar kinézni, a lényeg, hogy mit tesz meg, és hol válik ez a dolog kicsit komikussá, és hol van az, hogy bemész a fürdőszobába, és nem áll megint, és inkább kifordulsz, tudod, mert látod, hogy ott fekszik, ott áll, és 8 darab uborkával közlekedik egész nap a fején, tehát kinek mit csinál a párja, hogy szép maradjon. És mindig hozza a nagyon-nagyon kis kiszerelés, viszont nagyon-nagyon drága kencéket, igen, amikről valaki azt állítja, egy szakember, hogy ez az igazi csodaszer. Még forgalomban sincsen, még kísérleti stádiumban van, de már! És ha be fog törni, na ez. Igen. Hoz rajtad 2 évet. Mert azért gyerekek, szóval legyünk őszintén, ezért ez a 74 éves néni még oda csapott egyet, bizony, nem? És azt mondta, hogy hát ha kicsit taps van, akkor ne legyen, és akkor elrakatott ott mindent, érted? Kis taps csinált a nagy tapsból. És mit sikerült hoznia magán, egy 60 éves? Nem tudom, milyen lett fotó. Előtte, utána fotót sajnos nem láttam, bármennyire szívesen megnézni, de becsülendő, hogy 74 igen, évesen még azért... Szimpatikus. Ugye? Még bár azért... én a 74-es meg a 60-as verzió helyett is inkább már a remetességet választanám. Gyerekek, 30 éves barátja van a 74 éves nénének, itt is időzünk akkor el egy pillanatra, hogy azért ott valaki nagyon palira lett véve. Ja, tehát vastag a buksza. Igen, na meglátjuk. Szóval erről beszélgetünk ki, hogy szépítkezik, jó? Tessék egy picit árulkodni, mi pedig jövünk Ákos híre után. Megsüketültök mi. 4:08 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hogy szép reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, ha valaki esetleg tűkön ülne, hogy hogyan Roger, akkor mondom, hogy 2-1-re ugyan egyelőre szett hátrányban van, viszont úgy néz ki, hogy hozza az adogatását, és a 4. szettben 1-1 lesz ezzel. Tehát még messze. Jó, messze most a 40-15-ről hozta fel a Sepi 40-40-re. Ezben van. Ennyi, meg is mondtam, ott is van. Hogy 1-1 jelen pillanatban. Úgyhogy Roger kapaszkodik visszafelé, csak mondom, ennyi, van remény. Van ennyi, remény. Jó, gyerekek, ne toljátok nagyon a verdet, jó, nem markoljátok a kormányt, ne izguljatok, ne csapkodjatok, ne legyetek ingerültek és mérgesek olyan emberekre, akik nem tehetnek arról, hogy ilyen nagy bajba került egyébként a Rozsi, de amúgy is most kecmerek ki belőle, szóval. Igen, mindenki nyugodjon le a csudába, jó? Így van, tényleg, az egész ország. Az egész ország nyugodjon le. Akik tényleg idegesek, és ezért keltek egy kicsit korábban, mi van Rogerre, jön vissza a gyerek. Ne idegeskedjetek, ne mérgelődjetek, és tényleg ne legyetek ingerültök a gyerek. Vedd már fel a kabátodat! Mire készültél már el? Táskádban van pakolva!
10 játékpénz, hogy a Sepi ki ízéli most a Rodgert. Hát most már csak azért is, mert hogy ennyi, egy ekkora bántást nem vehetünk föl mi Rodger rajongók, tartom. 2-1 szett hátrányból, 1-1 Sepi 30 semmire vezet. Ez bátor volt a részemről, mi? Nem. Most Sepinek áll a zászló. Mivel áll? Hát most hogy... jön föl a Rozsé. Hát egyrészt, hogy ő adogat először, tehát az mindig nagyon nagy nyomás, ugye, hogy tehát ő megy mindig kettő, egy Rodgernek mindig hozni kell az adogatását, hogy Szepi ne tudjon meglépni, az sem mindegy, hogy ki adogat először. Csókolom. De tartom, tehát jó, nem hátrálunk meg. Nem hátrálunk meg. Sepre, jó. Az még olasz csak csődör, Istenem, akkor a pizzát fog enni a végén, ha megnyeri. Az alkotából is ez következik, ahogy látom. Sok a szénhidrát bevitel. Elég sok pizzát fogyasztott. Na, nézzük a közlekedés híreket. Írja nekünk egy hallgató, hogy itt volt. Miért tűnnek el a hírek? Vagy kitörölte valaki? Nekem megvan minden. Odaadjam a gépem. Esküszöm, eltűnt. Valaki azt írta, hogy a Calvin téren vagyok, így indult egy SMS. Megvan, megvannak? Itt van. Utazom a metrón a Calvin tér után, egyszer csak azon veszem észre, hogy úgy érzem, mintha Egyiptomban lennék, Sphinx szag van. Ciao, Gyuri. A 19. kerület Zalaegerszeg utcában most lövik fel a háromlábút, szép napot, Zsolti küldte nekünk. M6-os Pécs felé 50-es kilométernél kamion és személyautó ütközött, rendőrség még sehol, a belső sáv használható, ezt Fair Joe küldte nekünk, valamint az M1-es 151-es 152-es kilométer könél keresztben áll egy fehér mikrobusz, kamion a jobb oldalt a leálló sávban, Budapest felé vezető oldalon, most történt, ráadásul ezt is István küldte nekünk. Kubában nyaralok, és direkt azért keltem fel észre, hogy titeket hallgassalak online. Dave küldte ezt nekünk. Figyeljetek, ha tengerpartos várjam nekem van, de nincs, de aha, van, akkor az Kuba. Kuba lenne? Az az egyetlen olyan hely, ahova tényleg vágyok. De csak ahol figyel ilyenken, miatt. A millió miatt, amiatt, hogy azért ott még. De oda barátokkal kell menni. Az nem családos. Az nem családos. Nem, én a cukornád bűzletvények miatt vágyom. Ha érted, mire gondolok, az fel kell írni a bakancslistára, hogy 50 évesen 6-an gyerekek, aki még él a srácok közül, még megvagyunk, jóval, irány Kuba. Az rajta kell, hogy legyen a bakancslistá, aztán maximum nem sikerül, de az nem a kastélyjáros családos. Tehát oda lazítani kell menni. Kubai szivart szívni, tengerparton nyaralni, ha érted, mire gondolok. Az egy más tűn. Az szerintem egy klasszik fiús nyaralás. 6-an, 8-an kimenni Kubába. Az még a múlt. De oda is ott tényleg addig kell menni, amíg még Fidel és vazalusai még dübörögnek. Jó, az ott utána is, szerintem. Hát akkor már azért... Valami megváltozik. Májtólag most se olyan, mint mondjuk 20 éve, tehát akkor még ilyen igazán jó kis lepukkant az amerikai autós volt. Picit változott, de azért nem lehet rossz az most se. Egyébként maga Diego Maradona tette közzé a múlt héten a Fidel Castrótól kapott levelét, nem tudom, olvastátok-e a hírt, mert ugye az volt, hogy Fidel a vezér rosszul van, most már tényleg meg is halt, meg ilyenek, és maga Maradona írt, hogy neki... A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmet. Mondd, csak felhívtam Kubát közben. Ne hülyes. De, hogy neki, na, jól tetted. Neki barát a Fidel, és írt neki. És öt oldalas levél arról, hogy a szociális még jobban vannak. Tényleg? Nagy Maradona sem normális. Teljesen. Gyerek, és mondjon valamit, hogy milyen ott Kubában. Hány fok van? Van a déromban el, tengerparton már. Mi történik ott? Dave, kifizetjük a hívást. Vett föl, tényleg átutaljuk, csak itt a felüljáró is nagyon szép, de mondj két mondatot Kubáról nekünk, és már jobb kedvünk lesz. Ott, várjál, ott mi van? Ott, de ne alszik. Visszafelé kell számolni. Tehát visszafelé kell számolni. Hát ott 1-2 van, persze. A balra mész. Na de akkor hogy írt, hogy hallgat bennünket Kubából? Hát de fel kellett gondolom 6-kor, 1-kor, csak aztán lehet, hogy már visszaaludt. Vagy most jött át tegnapi SMS, tudnék olyan szolgáltatót mondani, ahol. Ahol ezért nem meglepőbb az szokott történni. Igen, na jól van, oké. Szóval a hír, amiről elkezdtünk beszélgetni már a hírek előtt, ugye, az, hogy egy 74 éves néni, finoman mondom, nuni fiatalító kezelésen vett részt, ebben abszolút semmi durva nincsen, ezt egy tévéműsorban vallotta be, és elmondása szerint egyébként rendszeresen gyantáztat, az ITV volt Londonban, tehát azért az ITV is durva egyébként, hogy ilyen műsorokat sugároznak, ahol ezt, hát kérdezgette a nénit, a műsorvezető, hogy miért szánta rá magát, és elmondta, hogy neki 30 éves barátja van, és a barátai beszélték rá Abigailt, egy milyen szép történet, nagyon szép. Abigailt, hogy hát csináltassa meg, így a van. A barátnői beszélték rá, hogy vállalkozzon a kezelése, nem azért, hogy gondolom együtt zuhanyoztak vele, és látták, hogy... Hát vagy a kávézóban megbeszélték, tudod, kicsi süti, kicsi kávé. Kávézóban, tudod. Ott ülnek a kávézókeverget, és
Nem utasd? Hát menj el. Igen. Na, de hogy 30 éves pasija van, ez egy más téma lenne, hogy mit csinál egy 30 éves, egy 74 évesen. Lennének kérdéseim. Tehát, hát valószínűleg van egy kötődés ott az idősebb korosztáshoz. És én sok mindenre nyitott vagyok, sok mindent tolerálok, ezt kevésbé tudom. De lehet, hogy ő is látogathat egy szakorvos, nem? Értelmez. Ki a beteg? Hát ott inkább a srác szerintem. Igen? Persze. Mert igen, a nénye azért még oda-oda érhet azért oda a bödön szélére. A nényét egyébként szerintem pont a 30 éves barát az, aki igazán fiatalítja, és nem pedig ezek a korrekciós műtétek. Habár lehet, hogy nem műtétről van szó, hanem csak berakatott egy ahhoz, Hello Kitty kis piercinget. Ahhoz, hogy összeszedje a 30 éves hapsit, neki már fiatalabbnak kellett kinézni. Uh-huh. Tehát az volt előbb, ugye? A kis kezelések, hát, az ilyen műtétek, olyan ráncfelvarás. Most már színeztet, lehet színeztetni a régi fekete-fehér képeket, tehát lehet, hogy egy olyat küldött magáról először. Igen. Így lehet, hogy internetes ismerettség. És már nem lehetett belőle kihátrálni. Na mindegy, is tulajdonképpen a lényeg, hogy ő ezt megcsináltatta, de nem konkrétan erről a műtétről akarunk beszélni, meg hogy mi lett előtte, utána. Az íze véget, te megnéznék egy fotót, az előtte, utána fotót. De hogy ugye, ki milyen szépészeti beavatkozásokon vesz részt, mi az, ami ciki férfiaknak, mi az, ami kellemetlen esetleg nőknek, és arra kértük hallgatóinkat, hogy nyugodtan árulkodjanak, hogy az ő párjuk mit csinál a fürdőszobában, hány óráig van bent, mennyi uborkát pakol magára, kik a hiúbbak, a nők vagy a férfiak, illetve mi az, ami bevállalható nőnek vagy férfinek. Na mi az, ami ciki? Na, a hapsinak mi a ciki? Hajbeültetés, ciki? Hapsinak? Hajbeültetés. Én szerintem egyébként igen. Szerintem igen. Tehát, hogy fogadd el azt, hogy kopaszolsz, szerintem... vágasd le a hajad, ne legyen ez a kicsit áthajtom, amit a szél így elfúj. Hát nem kell ahhoz donor, hát a saját hajadat ülteted. Azzal azt meg azt csinálsz, amit akarsz, miért lenne ciki? Nem azt mondom, hogy csak átrendezed a terepet, ez egy tereprendezés. Igen. Miért? Ha kikopott otthon a fű valahol, érted, oda is hozhatsz. Szorsz fő. Legyalulod a fenekedről, mert rájtok onnan veszik el. Tehát, hogy de ne, hogy is innen a hátarkorról ott akkor sűrű. Engem megvezettek. Aha. Engem így műtöttek. Viszont akkor nagyon szép Valás, szőrök vannak a fenekeiről. Valás, a fenekeiről fogjuk elvenni a szőröket, és beültetjük a ahol homlokára. A legdúsabb, onnan szedik el. Nézzük csak, Balázs, utasség. Hello. De én látom, az a baj, hogy mindig, amikor nyilatkoznak szóvivők, meg sok mindenki más, ahol hajbeültetés van, és az olyan, hogy egy pali nem akarja elfogadni, hogy megkopaszodott, küzd a genetika és a természet ellen, és kicsit ez a félnyomorult ilyen hiú ember benyomását kelti, nem? Míg a nők egyébként, a nőket kevésbé zavarja, hogy egy pali kopasz. Sőt, hát sokan mondják, hogy ez tök sármos. Nem? Ez egy palinál szerintem fogadd el, hogy megkopaszottál, hát ez az erőlködés, hogy te most hajat ültetsz be, a béna egy kicsit, nem? De nem akarnád elfogadni. Én nem szeretem, mert ráadásul látszik. Látszik, tehát nem lesz olyan. Jó, mindig az nem szeretik, hogy nem szorul rá. Tehát, hogy azért én már kopaszodom. És látszik, én nem szeretem. És te dobja hátra a haját. Retted derékig érő óriás rőzsét. Én nem szeretem. De mi csaj szemben milyen Juli, tessék, amikor látod valaki, hogy nyilatkozik, látod, hogy beültetett haja van, most mindegy, hogy mi a foglalkozása, hogy mit csinál, csak te tévén keresztül kiszúrod, hogy hajbeültetett férfi. Nem nyomorult kicsit? Hát nem tudom, van az a focista, a Rooney. Ugye? Igen, annak látszik is rajta. Tökre nem látszik. Dehogy nem. Látszik. Mindenki hogy látszik? Hát mert megmond, mert én nem olyan. Hát megírták, de én nem venném észre. Osztom Júli véleményét, nem látszik. Szerintem rajta. Nem nagyon látszik. Szépen akkor megcsinál. Ő az egyetlen a világon. Rendesen. De én mondjuk szeretem a kopaszodó pasikat. Ugye, hogy nincs az a baj? Szexi. Miért érzik a férfiak ennyire gáznak, hogyha megkopaszodnak? Ez egy hiúsági kérdés. Na majd amikor elkezd hullani a hajad, azért megnézlek. Ilyenkor már nem. Tehát, hogy az genetikából, ha tehát a genetikailag örök, 20 évesen, 25 évesen, ha fölül kopaszott, elkezdesz. Ha 40 évesen már nem kopaszott. Sehol nem kopaszott? Hát most... Mármint most úgy értem, hogy nem... Jobban hullik, nem, vagy mire gondolsz? Úgy értem, hogy csak hogy lehet, hogy ügyesen... Ja, persze, igen, tehát úgy, igen, tulajdonképpen átfésülöm egyik oldalra a másikra, de tök kopasz vagy. Nem, nekem nem hullik. Hát szerintem ez... Valahogy az kijön már ilyenkor bőven. Valahogy azt mondják, hogy a haj, azzal, hogy megkopaszodsz, és hogy ilyen furán kopaszodsz, akkor ez egy ilyen tekintélyvesztés. De hát én nem tudom, én mondtam a Kolónak, hogy hát figyelj, én akkor is csittelek, akkor is tiszteltelek, amikor még... De ő is hajbeültetett. Igen. Ugye? Igen. Hát a Fridi is hajbeültetett, tehát hogy többen. A Fridi. Hát több sokan csináltattak, igen. Ki mondta ezt? Na, akkor a Fridinek viszont jól sikerült, gyerekek, mert azt nem vettétek észre, akkor az jól sikerült a Fridié. Egy csomó bulvár újság hozta le, az hogy volt ilyen összeállítás is, hogy hazánk férfiai, és akkor 8-10 közszereplő fel volt sorolva, hogy ki esett át hajbeültetésre. Én a férfi hajfestéssel nem tudok. Na, az milyen például a férfi hajfestés, tessék.
szerintem az nagyon ciki. Az de abban megint az a ciki, hogy nagyon látszik. Tehát, igen, hogy nagyon kevesen látszik. Tudnak jól hajat festeni, mert például akinek mondjuk sötét haja volt, fekete, elkezd őszülni, és egy ilyen metálfényezés nyom fel a hajára. Ez kicsit kékesben úszó, ugye? Kicsit kékesben úszó fekete haj csillog, lesz belőle. Villog, tudod így. Szörnyű. Tehát az a megint az a baj, hogy rosszul lehet, hogy van már jó hajfesték, és meg lehet úgy csinálni, hogy nevedd észre, de a legtöbb férfi hajfesték az így leugrik a fejedről. Tehát, hogy jelzed, hogy ember, ez festve van. Hát mit csinál, mert nem fogadod el, hogy ősz vagy? Igen. Aha, tehát, hogy zavar, hogy kezdesz megőszülni. Hogy ne lássanak idősnek. Aha, te sose gondolkoztál rajta, hogy azt mondod, felállj egy kicsit őszre, ne nézzük meg, hátha. Ez az arc. Ez. Mondjuk azt ne, azt hát szoktad, így, jó, hát lenne mit festeni. Vagy a szakállamat fessen be itt elő, hát az a az meg nagyon béna. Nem, az nyomorult. Tehát az nyomorult. A vég. Júli, te csinálsz valamit? Joghurt, uborka? Hát most néz rám. Hát, látom, hogy kevés nekem is. De nem, tényleg, tehát van ilyen, hogy hazamegy Miró, és ott vagy három uborkával az arcodon, két uborkával. Nem, sajnos, és ő ezt egyébként nehezményezi is. Hogy miért nem? Nem fejeztem, mert azt mondtam, hogy két uborkával és megálltam, tehát nagyon úri ember vagyok. Ő nehezményezi, hogy nem csinál semmit? Igen, az az igazság, hogy... De mit mondta, Juli ronda vagy? Csinálj valamit? Van, pontosan. Na, te jó, te kedves. Belép és ráhúzom a fecskót a fejemre. De hogy mondja meg ezt egy pasi, drágám, csinálj valamit? Hát azon egy nő megsértődik, hogy nem, akkor miért mondod, nem tetszem? Igen, egy picit meg is sértődök rajta, de közben meg igazat adok neki, mert hogy... De vannak rá utalóilek, hogy elégedetlen a külső, de még kifordulsz a folyosról, és... Te vagy mit tudom, elkezdik az együttlét, hallasz valami zörgést, és veszi elő az acskót? Így van, és megkérdezi, hogy bújjál bele? Így van. Akkor megint Pataki Ágit, régi fabulónos szatyorra. Tudod, Miró, ebbe a papírzacskomat nem kapok levegőt. Azért vágok nekem ott rajta egy lukat, tudod. Nem, ő rendszeresen szemrehányja. Nekem egyébként teljes joggal, hogy mondjuk ezek a fajta, az, hogy elszaladjon az ember kozmetikushoz, az mondjuk egy óra, és arra kellene, hogy időt talál. Amire én sokszor nem találok időt, tehát most már két hónapja nem sikerült hozzá eljutnom. És ilyenkor megkérdezi, hogy Juli, nem kellene elmenned esetleg? Vagy mondja, hogy nem mennél el? Vagy hogy érzékelteti egy pali, hogy megmondja, a nőjét el akarja küldeni? Nem érzékelteti, megmondja. Azt mondja, szeretném, hogyha nőiesebb lennél, és egy kicsit odafigyelnél magadra. És akkor te leveszed a melegítőt. És akkor én nem, és akkor megmondom neki, hogy ha lenne rá időm, akkor elmennék, mire neki az lenne az a válasza, hogy erre lehet találni időt. És mit hiányol? Te tesszül egy jó fekete műszempillát, ezt nagyon bírom. Nem mond ilyen konkrét dolgokat, ő hogy is mondjam, a magammal való foglalkozást hiányolja. Aha. Tehát aha. Az, hogy én kényeztetem magam. Mert szerinte egy nőnek ez dolga. Nincs videó. Igen, fontos. De mit akarok mondani, hogy ilyenkor nem kérdezel vissza, most hagyd vigyelek egy picit meg. Tehát ilyenkor nem kérdezel vissza, hogy figyú, és te? Nekem is vannak igényeim, látszólag téged ezek nem nagyon érdekelnek, sőt, érted, te miért nem mész el, miért nem csináltatod meg ezt, miért nem szeretnéd, de ez most milyen visszatámadás, hogyha téged megtámadnak, nem azt mondod, hogy igen, kicsim igazad van, hanem azt mondod, és te hogy nézel ki, hát ha ő elégedett a Miróval, akkor most támadjon. Hát lehet, hogy ő elégedett. De olyan fura egyébként, hogy sokszor egyébként tényleg a férfinak vannak a nővel szemben igényei, viszont a nőnek az igényei, azok meg semmibe vannak véve. Egyáltalán nem érdekli a férfiakat, hogy ők hogy néznek, a nő nézzen ki jól, de az, hogy ő neki lelakott a teste, vagy pedig ott szörös, ahol nem kéne, meg ilyen, hogy csomók lógnak ki az orrából, meg a füléből, meg zsíros a haja, meg pocakja van, mondjuk erős végleteket mondasz azért, tehát, hogy így, ha nő lennék, én is szólnék, basszus. Hogy azért ezt az embert így elképzelte magamat, hogy csöpög a lépesméz a füléből, zsíros a haja, lóg kicsit a mellett, kilóg a feneket. Szerintem, aki ennyire igénytelen, annak a nője is tök mindegy. Igen, ott azért az asszonykát is. Nem, ő nem fog szólni. Ott asszonykát is megnézném azért. Miró az abszolút igényes ilyen szempontból, mindig kiszedi a köldökszözt is. Előtted. És gyúr belőle a labdát a macskán. És betesz egy dobozba a többi közé. Igen. És akkor mondod, hogy nincs időd? Vagy hogy te soha nem fekszel otthon joghurttal, uborkával, tényleg, tehát ilyen nincs? De miért? Viki legyobb fekszik joghurttal, uborkával? Nem, ezek a legnagyobb hülye közeleket tudom mondani. Tehát mi, nem, de miért nem a Viki fekszik otthon? Mármint úgy értem, joghurttal, uborkával. Igen, egy kárd joghurtban mindezért. Igen, egy szamártejbe fürdik. Vagy a Móni, vagy a Béka. Nem, ezeket így nem nagyon látom. Csinálja. Az a dolga. Az is a dolga. Persze. Szerintem igen. Ezt mondjuk elvárom. Hogy? Jár egy picit. Hogy hát jár a nagyon fontos. Neki. Tehát én nagyon fontosnak tartom, és igénylem is. Őszintén szólva. Hogy feküdjön szamártejbe? Igen. Igen, és a joghurtot kenegesse magát. Szamár alatt. Is. Amíg beül egy forró fürdőbe, és van a különböző krémek, meg eljárkáli, de nem járkál ilyen spéci kezelésekre. Tehát nem spéci, de kozmetikushoz elmegy, gondolom, manikűröshöz, pedikűröshöz elmegy, rendben tartja magát, és hogyha este mondjuk az manikűrös, pedikűrös, ez nem megy.
megcsinálja magának, és tök szépek a körmény. Néha egy francia körmet így fölrakat magának, akkor elmegy. Egy francia? De múltkor láttam a körmét, a lábúj körmét, horzsátok a flexet, de nézve. Hallod, mert bármilyen körmet nem kell. Nem, most mondod, de jár manikűrt, mert magának nem tudja ezt a francia manikűrt feltenni, ugye? Tehát szóval igen, szerintem ezek olyan alapvetések, amit Juli, neked is meg kellene csinálni. És nem csak Miró miatt, ez nagyon fontos, hanem magad miatt. Igen. Magad miatt. Tehát leginkább, egy férfi szerintem leginkább azt hiányolja, hogyha egy nőben nincsen meg ez a fajta igény. Bennem is megvan, csak hogy is mondjam, elsodornak a napi teendők. Anna, téged nem sodornak el? Igen, Anna jár jogázni, érted? Ő rá, tehát ő úgy csinálja futni. Meg ja, az a baj, hogy ennek az a vége, hogy aztán majd Miró félre kacsin, mert ő ugye többször jelezte, hogy azért jó lenne ez, jó lenne, aztán egyszer csak jön majd ott a lépbe valami kis Aranka harmadik emeletről. Felcsik valakit a fekete mosogatóból. Igen, és akkor meg az lesz, hogy ő szólt. Tehát ugye a nők is sokszor hibásak, mert mondja a pasi, hogy figyelj drágám, kicsit sportoljál, azt baromira megsértődnek sokszor az erős önérzet miatt, közben a férfi azért próbálja sokszor nyilván kicsit primitív módon jelezni, hogy hát azért jó lenne csinálva, mint aztán majd megtörténik a baj, és akkor megmondod, hogy az a Miró miket csinál közben. Jelezte, hogy Ülikám, azért tessék mi a arcpokolást föltenni. Meg azért, tudod, igyekszem. Hogy a napi teendők elsodornak, ez persze ez így tök jó, meg abszolút alá is lehet írni, hát két gyerek mellett az embernek azért nagyon kevés ideje van, meg ráadásul még munka mellett pluszba, de hát ezek nem napi tevékenységek. Tehát mit tudom én, ez hetente, két hetente elmész, azért arra lehet egy fél órát szakítani. Na most figyeld meg, hogy kimegyek a stúdióból, és jön majd az SMS. Így van, ekkora. Igen. És kit érdelt melegítőben vagy otthon? Már jönnek, Juli, ha nincs időd magadra, majd lesz, amikor egyedül leszel. De szép. Azonnal, a hallgatók azonnal vérszagra mennek. Igen. Na mondd, te csinálsz valamit? Én jogázni járok rendszeresen, negyed évente elmegyek kozmetikushoz, tehát így próbálok, de hasonló, mint a Juli, engem is egy kicsit elsodortak a házi munkák meg teendők, de azért próbálok rá odafigyelni. Nézd, én azért az nem titok, hogy én azért 41 néhány éves nő vagyok, és most hogyha valakinek megvan a lelki békéje, én... 41 plusz 10 titkolom, én 46 leszek augusztusban. Én nem érzem magamat egyébként rosszul a 46 éves nőkhöz képest. Meg azért én helyes volt, azért 41-2 éves vagyok, igen, 46. Tehát azért finom, azért egy lekerekítés azért itt is volt. Figyelj, nem a 20 évesekkel hasonlítom magamat össze. Nyilván sokkal jobb karban van, nincsenek ráncai. Jó, de teszel uborkát, joghurtot? Teszek. Igen? Igen, teszek uborkát, joghurtot, vannak otthon pakolásaim, arcradírok, testradírok. Aha. Igen, tehát én ezekről úgy próbálok odafigyelni, aztán nyilván, ennyi. Hogy az ember belenéz a tükörbe. Meg a Peti se paraszkodik addig, amíg a legfelső zsanérig felteszed a lábot. Ne. És figyelj, fölteszem, hát jogázni járok. Hát jó, olyan lazák az izmaim, hogy meglepődjél. A pasinámi ciki, például mi ránctalanító krémet használunk este, és látjátok, hogy kenegetjük magunkat, az ciki, vagy arckrémet, vagy testápoló testet. Én nem használok ránctalanító krémet, tényleg. Én egyszer kipróbáltam, fél évig kentem, de a herém még mindig olyan, mint a mazsola, tudod. Én is azt mondtam, hogy engem nem vertek át rohadékok, úgyhogy én nem hiszek a ránctalanító krémekbe. Ez a jó, mert nekem olyan, mint a szőlőszem, neked olyan, mint a mazsola. Nekem kicsi asszuszemek vannak még mindig. Én fél év után lenéztem, mondom, rohadjatok meg, ez biztos, hogy átverés. Ez egy centit nem egyenesedett. Felé meg olyan, mint az egres. Ennyi. 10 000 forint, inkább elmegy a család egy megdrive-ba, én ezt ránctalanítóra nem költöm, mert nem egyenesedik. De tényleg, arra vagyok kíváncsi, hogy a pasiknak hol a határ. Tehát egy férfi áll mondjuk naponta fél órát a tükörölt zuhanyzás után, kis krém, kis kencefice, ilyen krém, olyan krém, az már férfiatlan? Nem férfiatlan, nekem sok. Sok? Fél óra kencézés. És nem, az, hogy ide teszel ízét ránctalanítod, de egyébként a bőröd más részére már egy másik krémet. Tehát az, hogy egyébként este te lefekvés előtt bekened valamivel magad, és ledőlsz aludni, az belefér. Csak ne hasra, mert rátapod az arcot. Igen, meg ne libazsírral, mint Feri. A libazsír nagyon jó, és a sertészsír köhögés ellen a melkasra. A fókazsír a legjobb, hogyha éjszakon élsz. Mit csinálsz, Feri? Hidratálod. Szívjad fölbőröm, hívjad be, gyabaság, szóval, pasiknál azért belefér. Fihet. Valamennyi, nem? Nyugtassatok meg. Abszolút belefér, típus függő. Tehát azért nagy különbség az, hogy mondjuk, tudom téged idegesít, de mondjuk Jani krémezi a kezét. Szétszárad a kezem, okay, basszus. De semmi ciki nincsen benne. Tehát mert ez akkor ciki szerintem bármilyen szemöldökszedés, hajfestés, krém, pakolás, hogyha olyan típus, hogyha van egy olyan típusú pali, akin látod, hogy egy gigerli, vagy egy olyan
feminin tipe. Nem tudok rá jobb szót mondani. Egy kigerli, aki arról szól a napja, hogy kizárólag saját maga. De hogyha egy normális pasi erre ad, hát nincs ebbe semmi. Hát végigkeni a testét, kéz bejön, vagy használ egy láb, nincs ebbe semmi. Attól még nem leszel egy gigoló. Na jól van. Oké, várjuk akkor az SMS-eket. Tessék árulkodni. Jó, picit elárulni nekünk, hogy kinek a párja mit csinál, hol van az a határ, amit már átlép. Olyanok írjanak, akik már nem nagyon bírják, hogy párjuk másfél-két órát áll a tükör előtt, legyen szó férfiról, nőről, mit csinál, hány órát áll a fürdőszobában, és szebb lett-e vagy nem. Jó? Nyugodtan írjátok meg, hogyha nőről van szó, hogy tényleg nem szépül asszonykátok semmit, pedig órákat próbálkozik a tükör előtt. SMS számunk változatlan 06-645-00-00, jövünk az SMS-ekkel, Ákos, ide jutám. 3:48 lesz pontosan 4 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Csövi. És arról beszélgetünk, hogy, hogy miről beszélgetünk. Hát igen. Jó kurttal, uborkával. Stb. Kenegetjük az arcunkat. Szamártej, méz, így van. Ezeket magunkra tesszük el. Mi, illetve a nejünk. Igen, valaki azt mondja, Balázs, menjen haza, csinálj meg cacikit, hogy ezt... Ez az uborka a tejfölt. Uborka, joghurt, nagyon jó, menjen haza, csinálj haza sem magának cacikit. Ugye arról beszélgettünk, hogy kértük hallgatóinkat, hogy árulkodjanak, hogy hát ki mennyit tölt a tükör előtt, már ami a párjukat illeti, férfiak vagy nők állnak többet, és ki mit csinál, mivel próbál szépülni. És itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt. Sziasztok! Hello! Zsuzsi, hello Zsuzsi! Sziasztok! Na, honnan hívtál minket, Zsuzsi? Székesfehérvárról. És mi a baj? Miért elől futsz? Miért? Melyik településről szaladtál át? Igen, miért lihegsz? Hát, nekem pár éve volt egy... Nem tudjuk, akkor. Hello? Itt vagyunk, figyelünk. Azt kérdeztük, hogy miért lihegsz, mert nagyon lihegsz, hogy rohantál vagy... Ja, rohantam, igen, mert a bölcsibe most raktam ki a kisfiamat. Ó, oh. Na, és pár éve volt egy pasid. Igen, volt egy pasi, hát ő elég érdekes volt, folyamatosan kondiba járt, alig lehetett vele találkozni, mert csak ott lehetett megtalálni. Annyira túl volt szorizva, hogy már fény lett a bardaságtól konkrétan. Ne, tényleg? De nagyon-nagyon durva volt, állandóan a haját zselészte, semmi más nem tudott, csak minden tükörbe belenézett, és így piszkálta a haját, felállítgatta, hogy biztosan jól álljon. Hát aztán a csúcs az az volt, amikor egyszer átjött hozzám, bement a fürdőbe, és az alapozómat magára kente, majd el is tüntette. Hát, csinálj! Hogy... Megtetszett neki a szín, hogy nem tudom. Úgy használja az alapozódat? Igen, használta, igen. Tehát itt be is, abba is maradt, mert úgy gondoltam, hogy elég egy nő egy kapcsolatba. Aztán, ez volt a szakítók, vagy ezért szakítottál vele végül? Hát igazából nem, igazából azért, mert egoista volt nagyon. Aha, csak saját magával foglalkozott. Az volt az első, hogy ő mit csinálhat, ő mit kenhet magára. Aztán egyszer elárult, hogy ő minden este ilyen uborkákat tesz a szemére, nehogy berántosodjon. Tényleg? Tényleg ő volt a nő a kapcsolatunkban. Ugye, és rányítottál, és ott feküdt bent egy kis párnácskák között uborkával a szemét. Tehát volt ilyen, hogy ezt te láttad? Nem, ilyen nem volt, addig nem jutott el a kapcsolatunkon, hogy rajta kapjam ilyenen. De, ja, hát elég vicces. És miről beszélgettetek a legújabb sminkdivatról, körömápolás? Nem, ő folyamatosan a kondizásról beszélt, hogy mit, hogyan kell csinálnia, hogy a keze olyan legyen, amilyen, hogy miket csinál a gépen, hogy a hasa keményebb legyen, és ezt így mutogatta is közben. Nagy beleérése. Szóval narcisztikus volt. Eléggé, igen. Meddig jutottatok, meddig bírtátok együtt? Nem sokáig, azt mondtam 2 hónapig. Az első csőcseré. Igen. Az a nagyon-nagyon barna volt? Vagy ment abba a szoláriumba, tudod, ilyen sprével befújnak, és kicsit narancssárga leszel? Nem, ő nagyon-nagyon barna volt. Ilyen heti 3-szor járt legalább szoláriumban. Atya Isten. Szörnyű volt. Aha. Hát nem csodálom, hogy szakítottál vele. Jó, pillanataim egyike volt. Igen. Zsuzsi, köszi, hogy elmondtad. Nincs itt, hello. Hello. Ez is önképzavar, nem? Tehát amikor biztos, nem arról van szó, hogy nem vagy elégedett magaddal, hanem amikor nagyon elégedett vagy magaddal. És ezt próbálod meg konzerválni. Tehát hát, el vagy szállva magadtól, hogy úristen, de jól nézek ki, úristen a hajam, úristen a testem, úristen milyen barna vagyok. Úristen, te jól nézek ki. Még amikor egy pali tényleg uborkával fekszik a szemén, azért az meleg. Azért az érdekes. Kicsi, mit csinálsz? És benyitsz a szobában nőként, és ott fekszik a pali uborkával a szemén, az kemény.
A pasim átlag másfél órát készülődik, mielőtt el tudnánk indulni. Mindig én várok rá, ráadásul amikor megbolotválkozik, akkor nem lehet az arcához érni, mert be van krémezve. Kaptuk ezt is SMS-ben. Ugyanúgy a kezét sem foghatom, mert most puhítja a krém. Na, ez beteg. Jó, az arckrém nyilván kell, a borotválkozók ezt tudják, na, de hogy nem foghatod meg, ha kézkrémes a keze a párodnak. Igen. Beteg. Anna hiába 46, simán rámennék, ha lehetne. Dani 30 írta nekünk. Bólogat, hogy lehet. Az én barátom minden reggel 7-től 7:30-ig a fürdőszobában torlászkodik, és csak az arcmosás, fésülködés és a fogmosás van, ezért indulok inkább 6-kor dolgozni. Írta nekünk egy hallgató. Családban apósom elkezdett hajat és szakállat festeni, parókát is vett, ezen kívül aha, még jaj, arcbarnító löttyöt is, de ezt úgy, hogy egyik napról a másikra. Hát ott valami eltört a papánál. Bezáródott egy-két kapu valószínűleg, egy késői kapuzárási bánik, tudod, így elindult. Vagy a farsangi szezon éppen közeledett. Igen. A kislányom a héten mondta nekem, anya, te annyit krémezed magad, hogy még apa se ráncosodik. Ez jó duma. ez jó duma. Az én felesége minden reggel csak fél percet áll a tükör előtt, majd összetöri. Igen. Aztán barátnőm szokta mondani, mondtam, hogy 5 perc és kész vagyok, nem kell fél óránként. Kérdezgettem, mikor lesz már kész, ugye? Hát ez a klasszikus, igen. Igen. Ahogy nagyapám mondta, ha nem fér bele a pipere cuccod a szappantartóba, akkor meleg vagy. Szép reggelt mindenkinek. Ez beteg. Picit demagóg, de érdekes. Igen. Ez már a másik véglet. Igen. Jó, de legalább mosakszik a papa, tehát ez kiderül. Szappanja van. Anna Júlia, Klassz FM milfjei, imádom, jók vagytok, írta nekünk Gábor, köszönjük szépen. Ha a nőjesen öltözöm, a párom mindig megjegyzi, hogy kinek öltöztem ki. Most akkor mi van? Kérdezi valaki. Ez egy jó felvetés, igen, hogy ha túlságosan nőnek öltözik egy nő, akkor sok pasi megféltékeny tud lenni. Nem? Hát, nagyon, én imádom. Az úgy van, hogy ha ritkán, tehát mint én fél évente egyszer csinosítod ki magad, akkor a pasidnak akkor a pali rendszeres, akkor meg ez természetes, igen, akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni. Szerintem ez egy tök jó dolog. Tehát, hogy az ember legyen büszke a feleségére, a barátnőjére, a kedvesére, érted? És hogyha ehhez az kell, hogy jobban öltözködjön, vagy jobban odafigyeljen magára, hogy igényesebb legyen, akkor ezt adjuk meg neki, ezt a lehetőséget. Persze, ő maga is legyen igényes. Támogassuk is ebben. Igen. Esküvő előtt az exem 3-szor szárította át a 4 centis haját. Másfél órát készülődött, Rita. Ja, vagy a fiú? Aha. Azért az nagyon jó. Azért az csak belövöm még egy kicsit jobban. Szimpatikus. Annyi nem tudom, jó SMS van tényleg. A barátom reggelente ellök a tükör elől, befeszít, nézegeti az izmait. Használja a hidratáló krémemet, nyaggat, hogy tegyek fel pakolást az arcára, írja Zsuzsi. Jó, gyerekek, az, hogy egy pali beáll egy tükör el és befeszít, az mindennapos rituálém. Tehát, hogy az... Tehát, hogy semmi gond nincs pali ezzel. Tessék? Az, hogy a szeretőm pali minden nap odáll a tükör elől, amikor Viki nincs otthon és kicsit felveszi a Viki ruháit, mi ezzel a baj? Aztán de elmegy, mire jön a Viki. 5-kor kitipeksz és csinálsz egy ilyen bicepszet és megpuszilod? Reggel nem, de amikor este elmegyek zuhanyozni, akkor úgy megyek el zuhanyozni, hogy ott állok kicsit és nyomok egy kicsit edzés. Na jó, mert szeretsz vidáman zuhanyozni, nyilván. Hát. De ez csak poén. Gyerekek, ezt a pasik csinálják. Tehát nyomsz egy kicsit mellett, megnézed, kéne kicsit triceps, kicsit kéne hátaznom, basszus. Hagyjuk, leeresztés elmegy tuzsolni. Dobok egy puszit. Jó vagy te azért. Na, kutyafádat te. Jól nézel te így. Jól nézel ki, te a kutyafádat, te kis szemét. Jézus. És elmegyek zuhanyozni. De idejek, van valami. De nem ez a gyomorult biceps póz, én mell. Egy kicsi mell. Hát ne csekkolod magad a tükörbe, gyerekek, ne legyünk más szentek, ezt az mindenki. Nő is belenéz a tükörbe, engem kicsit te is félmeztél. De miért nem azt nézel, amit van? Igen, nem feszíted meg, hogy... De kicsit ráfeszítesz. Figyelj, egyébként arról is azt mondta, hogy azt a testrészedet kell egyébként szabadon hagynod, fejletlenül, amivel a legkevésbé vagy elégedett. Hogy mindig lásd. Nekem mondjuk a fejem mindig feledlenül van. Rohadt elégedett, amelyek a fejméretem, mert nem fogsz szatyora járni, tudod? Kalapsapka. Egy hatalmas, egy barna papír szatyora, azért mégsem járhatok. Tehát azt hagyjuk elől? Igen, azt kell. Amivel kell. Elégedetlenek vagyunk. Így van, azt kell láttatni, azt igen? kell mutogatni. Igen. Hány férfi járkálna egy cerkával, tudod? Azért, Józsi, miért van erről a cerkán? Téged? Igen, inspirálja téged az edzésben, hogy arra a testrészedre menjél. És ha Jancsikával vagyok elégedetlen, akkor tegyem ki. Hát, te ízlés dolga. De... miért van elől? Nagyon elégedetlen vagyok vele. Picit elégedetlen vagyok. És erre gyúrom. De ti nem csináltok egy ilyet, hogy tükör, zuhany, egy mozdulat, csak egy pasiként, tudod, edzettél egy jót. Hazamész egy jó edzés után, mondjuk tudom, Feri, ez... Hát ezek megfoghatatlan fogalmak.
fogalmak. Tudom, hogy ezzel kicsit most, tehát hazamész, edzel egy jót, mit tudom én, sportolsz, mászol, gyúrsz egyet, tenisz, ezzel bármi, hogy érzed, hogy kicsit, hogy be vagy feszülve, bemész a tükörre, és jó lesik, és utána elmész zuhanyod. Semmi, az a baj, Jani? Én nem szeretek rettegve elaludni, és hát ugye félelmetes az izomzat. Jaj, te rágy, én nyomok egyet, gyerekek. Na jó van. Nincs ezzel baj. Jó, Feri, te megértem, hogy nem nyomsz. Nem, mi nem érünk rá ilyesmégre, érted. Figyelj, én a hasamat szoktam nézegetni, na ezt bevallom. De mit nézel a hasadnak? Meg is hát az, hogy érzi, kockán? Mert, jó, de az is kicsit ráfeszítesz. Ezt most konkrétan elmondom, ezt mondtam is egyébként neki, egy pár hónappal ezelőtt bedobott nekem egy ilyet, hogy milyen zsíros a hasad. Mondtam én. Meg mondta nekem. De tényleg az és volt nekem, kicsit. Igen, és nekem ilyet nem mondott egy elég hosszú idő óta senki. De betaláltam. Rá betalált. És fölhúztad magad, és azóta elkezdett. És azóta egy picit jobban foglalkozok vele. Hát, nem, szépül. Ezt meg kell mondani. Mm-hmm. De átöltözött előttem, talán kint a celeben vagy valami, és onnan nyúltam. Húsi! Na, mi van? Tudod, hogy rágyom, kicsit megrágadtam. Miért? Miért? Kinéztem a folyosóra, van ott valaki, meg kell ölnöm, tudod, mint tanul. Tudod, ez nekem csak egy poén volt, három napig örlődött rajta, tudod. Nem, azóta is örlődik. De elkezdett dolgozni. Aha, vassa. Lement minden? Bekockult? Hát, foglalkozom vele, igen. Dolgozott kell rajta. Kell lesz, meg kell mondani a másiknak, hogyha valami nem olyan. Na jól van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket, megyünk tovább Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint tudolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Hú, gyerekek, csak mondom, hogy szóval, hogy a hát, Zuzagua. Meddig játszol? Na, ezt vecsétek meg, tessék! Gyerekek, 660. Hol? 660? Az 6x35, 360. És 5-4-re vezet Roger a rövidítésben úgy, hogy elvette Szeppi minibrékelt, ezt úgy hívják, minibrék! Jó, hallottuk első részáját már le. Gyerekek, döntőszett lesz, Roger 2-0-ról fordít. Hát rögtön egyem, most ő adogat. Gyerekek, írja már meg nekem magyarul ezt. Döntőszep. Semmi, bocsánat, picit lelkes vagyok. Aha. Itt van egy játékosunk, halló, jó reggelt. Ja, már. Már mi sor. Tamás, hello Tamás. Szereted a tenisz, Tamás? Szeretem. Na, most ne nyaljál, tehát mondd meg őszé, hallottuk a hangodon, hogy életedben nem néztél teniszmérkőzést. Kinek drukkolsz, vagy kit szeretsz? Hát igazából nézem, de hát a játékot szeretem. Uh-huh. Aha, tehát nincs kedvenc a csajok közül, vagy a pasik közül? Nem. Nem nagyon. Jó van. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj! Rendben. Nézik, vagy csinálják? Ez a kérdés. Ez egyébként nem tenisz, mert olyan fura, egy fallabda, nem olyan más egy kicsit, meg hallod a tornacipőt nyekeregni. Vagy lakótelepi teniszpá, egy kicsit kisebb. A negyedik emelet. Igen, és ott ütik nagyon a hálószobába, 30 négyzetméteren, igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj, Tamás. Ne. Na. Kérhetném még egy részletet? Ugyanekkora lesz, egyelőre nem adunk hosszabbat, hát ha beugrik, figyelj. Rendben. Ne. Az a jégből vagyok? Jégből vagyok? Nem. Talán el sem olvadok. Hát ez rossz válasz, nem? Így akkor ebben a formában bemondtad, nem? Jó, rendben. Nem. Mutatjuk, nézd meg, figyelj! Bizony, sajnos. Neoton. Nem így sajnos, hogy kellene jó volt a Neoton, igen. Így már beugrott. Igen. De hát a jégből vagyok, az el. Igen. Tamás, ez most nem. Tudod még énekelni? Köszi a játékot. Köszi szépen, sziasztok. Szia, köszi, jó étvégét. Szevasz. Hello. Kiveszünk ezt a tenisz hangot? Még ilyen is van. Gyerekek, Roger kiesett. Köszönjük szépen! Virítsd a lóvét, Bazsi! Köhögje meg Gubát! Hát figyelj! Uh-huh. Most nekünk, akik gyárilag hülyék a teniszhez, az az én. Nem hiszem el. Mi történt? 5-5 volt, és aztán búcsúzott. Sepi a legnagyobb király, fölemeli a kezét az égbe. Nem hiszem el. Már rendeli a pizzáját. És összetörtem. Most tényleg összetörtem. Akkor most hallod, zene? Lassú zene van 10-ig, Zsül, jó? Csak lassú. Zsül, készíts belé egyszerűen a szomorú lehangoló zenéket. Vagy várjál, nézem, nem ezek jók. Gyerekek, nem. Nem áll.
Szegény. Láztam minden sérül. Roger kiesett, gyerekek. Szörnyű dolog. 5 perc múlva pontosan 8 óra. Rohadjon meg mindenki, de tényleg. Befogadtál rá? Mi? Rozséra? Nem, csak együtt érzek, én abszolút nem vagyok érintve ebben a dologban. Kidobta a papír zsebkendőjét, könnyen látítatva. Istenem. Nem érdekes. Miért ki van a mok? Mondjad, Júli, mondjad. Az vigasztani, hogy egy nagyon híres teniszező verte meg. Ez adjon a sepivat személyen. Rohadékok, egyből összezártok ellenem. Szegény is összezártok. Az olasz senki. Nézd meg. Vagy sepi, bocsánat. Elmegyek sírok. 4 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos hírei után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Kérsz egy papír sepit? Írják a hallgatók, a sírás miatt nézett, nagyon jó gyerekek. Ilyen nagyon jókat írnak. Nagyon vicces. Hát ez nagyon, az aztán... Rohadék gyilkos méhek tényleg. Tessék, adjálj. Nincs aprom, hagyjad. Tört föl. Nincs nálam. Hát majd föltöröd a büfél aljára. Én köhögöm a gubát, úri ember vagyok. Én nem izélek, mi is másolok érted. Várjál, megnézem, hogy tudok-e váltani. Tudsz váltani? Tesz szemét. Hallott, én segítek. Te rohadt. Hát gyerekek, ha valaki azt mondja, hogy tenni akar Roger ellen, már becsületből is megvédjük. Tehát olyan nincs, hogy én azt mondom, hát nem, Rogerre nem teszek, de amíg ő játszik, Rogerre teszünk. Tehát, jaj, de drága vagy, köszönöm. Adom a 20-ast, igen, és akkor a játékpénzből egy parancsol. De csak játékpénz, persze. Budapesten a Dózsa-György út után erősödik a forgalom, függőleges esőzés van, ködös párás az idő, 9 fok van. Anyám szerint nem az a gáz, ha 30 évesen 70 éves a csajod, hanem az, amikor smároltok a 4-es 6-oson. Csúgyeri. De szép! Ekkora igazság, igen. Jó, Istenem. Csak ne lennék vizuális típus. Igen, hosszú pereszteknél van egy baleset a 8-as úton, frontális ütközés, furgon kontra terepjáró, Grimbiki Pest küldte nekünk. Köszönjük szépen, Budai alsó rakpart, Rákóczi híd és Petőfi híd között elesett megint, kaptuk SMS-ben, aztán trafi van a 47-esem, Derecske és Berettyóújfalu között, 28-as kilométernél a Berettyóújfalu felé menő forgalmat mérik, mindenki vigyázzon, üzente nekünk Zsolti. Nyíregyházán a körúton lévő ÖNFA után ezüst Kordobából mérnek, ezt Attila küldte nekünk, és M3-as 204-es kilométer trafi Budapest felé, ezt TPZ küldte. Köszönjük szépen. Na, Bali, ne sírjál, mert elmosódik a sminket. Balázsnak gyorsan papír seppit, valaki ez a rohadt gyilkos még. Gyerekek. Hát ez igen. Ne aggódj, Bali, Roger még idegenben ütött szervával tovább jutat, vagy ezt nem úgy játsszák, sajnálom. köszönjük az SMS-eket. Igen, a Roger Federer kiesett az Ausztrál Operán, és ez okozott némi törést a ma reggelemben, de tovább lépek, profi vagyok, gyerekek, felállj, fejjel menni kell, tovább csinálni kell a műsort, itt nincs idő lelkizni. Figyelj, egyébként itt a teniszen belül nem fér bele egy kis lelki hadviselés, mert ugye a boxban van, hogy egyik boxol, mit tudom, a sajtótájékoztató lesz a másiknak, hogy most téged legyőzlek a ringben, de aztán még átmegyek hozzátok, felültetem a hátadra anyádat is. Tehát, hogy éreket simán tolhatnak ők, de hogy a teniszben, ebben az elegáns úri sportban ez így belefér, hogy mit tudom, hogy Rogi átszol a Sepinek a másik körre, egy ilyen kis szuszuszányás időben, hogy ennél közelebb nem fogsz kerülni, egy Grand Slam győzelem, ez csak ne felejtsd el. Tehát, hogy itt dehogy nem, finom? Vannak híres jelenetek azért, dehogy nem. Tehát 1995-öt írunk, és tudod elkezdeni. És már be van, a dátumod beüti. Ennyi. 1995-öt írunk, US Open negyed döntő, Becker Agassi, például. Vezetett az Agassi végig, és tehát semmi esélye nem volt már a Beckernek, és mondta az Agassi, hogy rohadtul idegesítette, hogy mit tudom, 2 game volt összesen, Agassi ment elő, és a Becker azt mondta, hogy jó, és elkezdett pólót cserélni. És ezzel átüzent az Agassinek, hogy nem mész innen sehova, mert én most még pólót cserélek, vagyis azt gondolom, hogy meg tudom fordítani a történetet. Vagy hát McEnroe, hát ő aztán szétgyilkolta a többieket. Ma már hiányzik is sajnos egy ilyen típusú, egy ilyen habitusú, egy ilyen vérmérsékletű teniszező, szerintem nagyon hiányzik, mint a McEnroe. Igen, tehát ma már tudod, mindenki disztingvál, mindenki finoman, nem szólál, tehát most már azért ilyen nagyon nincs. Üzengetnek egymásnak, tehát Gyoko édesanyja, amikor megverte, nem tudom hol, Federert. Mama, igen, és Gyoko nyert. Ez jó pár évvel ezelőtt volt, és abban a pillanatban, hogy megnyerte, nem tudom, talán valamilyen döntőt játszottak egy Grand Slamen, ez nem tudom pontosan, még felemelt egy hatalmas táblát, és azon a következő volt, meghalt a király, éljen a király. És ott kicsit ott meg is fagyott köztük a hangulat, tehát azt tudom, Roger később elmondta, hogy az nem volt egy szimpatikus jelenet. Na jó, de hát a következő Grand Slam
egyetöntőben hülyére verte a gyokót, és akkor felmutatott a páholyba, hogy azért még itt vagyok. Tehát, hogy mennek azért ezek a finom üzengetések, de nem úgy, mint régen. Régen tökösebbek voltak. De a gyokor egyébként ez jellemző valamilyen szinten legalábbis, mert ő például, mit tudom én, melegítéseknél, vagy bemutató meccseken előszeretettel parodizálja. Hát ő hűl, igen, de már ő is nagyon kulturális. És jól csinálja. Szórakoztató. Jól csinálja, igen, de az a meghalt a király, én a király teniszben nem annyira elegáns, hogy mama fölemel egy ilyen táblát, ezt nem nagyon szokták. Meg hát 5 évvel ezelőtt volt az, akkor Roger nem mondjam, halt meg, hanem akkor még azért volt benne lendület, tehát akkor még utána nyert egy-két Grand Slamet, talán 4-et. Milyen még. Jó mondat, hogy volt benne lendület. Na, köszönjük, úgyhogy a 10-est. Na, de ennyit a teniszről, tényleg, megyünk tovább, ugyanis gyerekek, brutális hírem van. Mesélj. Ti, akik mindez idáig szkeptikusan álltatok egy bizonyos dologhoz, ti, akik engem folyamatosan... Nem, basszus csöbörből vödörve előtt, aztán ufók. Én nem hiszem el komolyan. Folyamatosan mi lesz? Bántottatok azzal, hogy hagyjalak már titeket ezzel békén, és higgyem már el, hogy egyedül vagyunk, és nincsenek rajtunk kívül intelligens lények. Gyerekek, megérkezett a bizonyíték. Basszus Feri, mi lenne egyébként, hogy tényleg ebben a műsorban ültem mondjuk hetente vagy két hetente hoznál valamit a szuvidálásról? Képzeljétek el, kijött a legújabb szuvidé. Hallod, de most ezt nem fogjátok. Na, ennél borhanyosabbra semmi, sehol. A szuvidálás 10-ből 2-re tesszük emberre számilag, akit érdekel, azért a földön kívülek, az legalább 10-ből 5. Így van. Tehát a szuvidálás kontra földön kívüli, azért ott még a földön kívüliek irányába billen a mérleg. A szuvidálás azért egy nagyon kis jó, de ebből az 5-ből 4 pszichiátriai kezelés van. Azt hiszitek, hogy csak bedobok ilyen félinformációkat, hogy bolondozzak, és azt hiszitek, hogy majd megint valami... Igen, megint részeg volt a kanadai védelmi miniszter. Félbolond kanadai védelmi miniszter nyilatkozatát hozom én nektek, de ennél egy sokkal összetettebb dologról van most szó, és a végén, tudom, a megszállás végén mind a ketten be fogtok pisilni. Itt fogunk pisilni. Jó, eddig nem maradunk. Ugyanis, képzeljétek el, hogy... jeleket fogtak gyerekek. Ami érdekes, mert hogy mindjárt fölhívunk egy szakértőt. Jeleket? És megfogták, nem repült el egy se. Igen. A tejúton túlról érkezett rádiójel, amit nem régiben fogtak az amerikai űrkutatók, és ők ezt nyilvánosságra hoztak. 5,5 milliárd fényévről érkeztek ezek a jelek. Hát, és azért ilyen ritkán tudják. Van. Tessék? Azt honnan tudják, hogy honnan indul? Hát megnézték az útlevelét, ezt látták. Lekérdezték, az a tejúton kívüli. Olyan messzét, igen. Tényleg. Ez egy néhány tized másodperces rádiójel, és a forrás azt mondják, egy fekete lyuk lehet. A kutatók azonban azt is mondhatják, hogy sokkal valószínűbb az, hogy a Földtől igen messze létező idegen civilizációból érkezett, 5,5 milliárd fényévről egyébként. Nagy össze, már szeretem a hírt, tehát azon, hogy van egy tudományos magyarázat, hogy ugye vannak sugárzó anyagok a világűrben, így egy ilyen fekete lyuk benyelt egy sugárzó anyagot, onnan jön, ezt villámgyorsan lehúzza így a csávó, érted? Illetve inkább idegen civilizáció, amire semmi bizonyítéka nincsen. Van egy, még egyszer mondom, egy tudományos jó magyarázat, azt el tud hinni, ezt keresztül húzza, és rögtön megy a szenzáció hajhászás, érted? Azzal, hogy idegen civilizáció. Adjunk valamit a bulvárnak is. Nem, régebben is voltak már ilyen jelek, tehát amikor 80-as évek közepén is fogtak már ilyen jeleket, ami általában egy ilyen egy számkód volt, egy logikusnak látszó jel érkezett egyébként, amit lefordítottak, és a mi nyelvünkön körülbelül az jelent, hogy idegen civilizációkat, lényeket keresnek az univerzumon a jel kibocsátói. Egyébként, hát ez egy igazolt 1985-ös fogás volt, amiről aztán elég sokat is beszéltek, hogy az olyan bináris számkód formájában jött, de hogy ezt átkódolták matematikusok, és hogy az egy valódi üzenet volt. És visszaüzentünk? Tessék? Visszaüzentünk? Hát nekünk is vannak jeleink, amik mennek, kérdés, hát hogy azokat hol fogják. Itt a rádióban is vannak időnként zavarok, de az általában csak azért van, hogy 10-kor kapcsolják be az ipari porszívót itt a pénzben. Na, mindjárt felhívunk valakit, hogy mondja el nekünk, hogy pontosan milyen jelet fogtak. Attila? Tessék? Nem, hogy talán kicsit komolyabb, aki elmondja nekünk, hogy mi ez a rejtélyes jel, ami 5,5 milliárd fényévről érkezett, és hogy fogták be, kik fogták be egyébként. És hogy mi milyen jeleket bocsátunk ki. Talán ez meggyőz benneteket. Itt van Kalmár János, a Magyar UFO Kutatók Szövetségének elnöke. János! János, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek is, nektek is, a kedves hallgatóknak is, tessék parancsolni. Na, hát a legfontosabb kérdés. Ez a tejúton túlról érkezett ez a rádiójel, amit a napokban fogtak az amerikaiak, tényleg? Jó, a tejúton kívülről érkezett, igen, valóban. Hogy lehet meghatározni a forrását, és hogy milyen messziről jött egy ilyen rádiójelnek? Tulajdonképpen ezt a csillagászati terület, mi nekünk csak azok az információink vannak meg, hogy ennek az eredménye
Valójában olyan rádióantennákkal tudják ezt behatárolni, amelyek a távoli, igazán a naprendszeren kívüli, és sőt a tejútrendszeren kívüli ereteknek a távolságát, azoknak a verődését tudják meghatározni, és ebből derül ki, hogy milyen távolságra Na most csak ezek... az irányt lehet ebből meghatározni? Mert hogyha ugye egy olyan égitestről beszélünk adott esetben, vagy egy fekete lyukról, aminek a távolságát nem is ismerjük, vagy nem is látjuk, az, akkor hogy határozzuk meg a távolságot? Mert az irány az oké, az tiszta, de hogy így... Természetes, hogy rengeteg kérdés vett fel, ez mindannyiaknak, illetve a csillagászoktól kezdve UFO-kutatóknak ugyanolyan kérdés ez, hiszen valóban nem tudjuk azt sem, hogy egy fekete lyuknak a jele ez, de azonban a jelek ismétlődéséből, annak logikájából, mondjuk bináris számrendszerből adódó dolgokból lehet következtetni, hogy értelmes, és a fekete lyukról elvileg, hát ugye jelenlegi tudásunk szerint nem gondoljuk, hogy értelmes jeleket sugároz, hanem valamilyen jel forrás. És ennek a számsornak, amit most az amerikaiak elfogtak, ennek van, amit te is mondasz, logikája, ritmusa, tehát lehet arra következtetni, hogy ez valamilyen üzenetet hordozhat, ha mondjuk tudnánk dekódolni? Igen, pontosan ennek ez a lényege, hogy olyan bináris számrendszeret hasonló megfelelő ismétlődések mellett, illetve számsorozatok mellett van ez a logikus következtetés. Ilyet valóban a véletlen előfordulhat természetesen, de nagyon kicsi az esélye. Teljesen más jellegű, mondom, nem változó jelek vannak általában, ami azért érdekes, mert azt ugye akkor soha nem jutnánk egy körfolyamathoz. Tehát magyarul egy üzenet az vagy állandóan ismétlődő rendszer, de ugyanabban a logikai sorrendben. Nos, ez a lényege, hogy ez mindig megismétlődik, olyan, mint egy levél. Eljutunk az elejétől a végéig, addig mindig más-más hangon szólunk, majd a végén kezdjük előről. Ha ezt a rendszert egyszer felfedezzük, hogy mettől meddig tart, és utána újra mindig ismétlődik, akkor ez az, ami ma mellett szól, hogy ezt azért valakit írták. Azért ez nagyon érdekes, amit mondasz. Mondjad, Feri, mondd. Hogy ez 5,5 milliárd fényévnyiről jött, az is egy ilyen megállapítás? Ezt is közölték? Én ennek pontosan az adatát, hogy most ez milyen távolság, én nem tudom. Aha. Mert az ugye azt feltételezi, ha 5 vagy 1 milliárd fényévről jött, tök mindegy az adat, hogy azt ugye annyi idővel ezelőtt indították el. Ugye az is benne van, illetve ez rádiójel, tehát ez még olyan gyorsan se jön, mint a fény. Ez így van. De nem menjünk ilyen messzire, sokkal egyszerűbb, ha csak a földünkön gondolkozunk. Itt lent a tengerek mélyén is vannak olyan objektumok, amelyek nem tudják behatározni csak körülbelülre, de rendszeresen ismétlődő logikai sorrendben lévő, tehát itt is van, és alig lehet meghatározni. Tehát azért mondom, hogy itt rengeteg még a nyitott kérdés, és csak magyarázatokat tudunk gyártani, elméleteket, amit megpróbálunk megfejteni, megérteni. Az igaz, hogy az amerikaiak hasonló jeleket 2007-ben is fogtak már? Tehát, hogy a Hawaii teleszkópokkal, a kaliforniai teleszkópokkal jöttek már hasonló jelek 2007 környékén? Igen, sőt a 70-es években is többször voltak ilyenek, tehát ez nem egyedi eset. Rendszeresen és nagyon-nagyon sok ilyen jel elcsípés van, ha szabad így mondani, amelyek aztán később bebizonyosodnak adott esetben, hogy ezek mégsem, hanem két jelforrásból kikeveredett valami új harmadik hozott jött létre, és ebből adódóan ez már nem azt jelenti, hogy intelligens dolgoknak tudhatjuk be. Bármikor de valóban is... vannak ilyenek a 70-es éveken, mert különösen sokat szoktak. Bármikor is volt arra példa, hogy mondjuk egy ilyen rádiójelet valamilyen formában át tudtak konvertálni egy értelmes üzeneté, mondattá, gondolattá? Nem, hát olyan volt, hogy ne természetesen, hiszen a Kontakt című film az pont erre épült, az nem csak annak egy része, az valóság talajon nyugodott, és onnan származott. Ugyanakkor nem csak ilyen rádiójelek vannak, illetve nem tudjuk, hogy mivel tudják itt a Földön is előidézni, a gabonakörök egyes részén is, ott igazán csak nagyon szűken egy-két jelről beszéltünk. Údor dinális számrendszerben készült gabonakör jelek vannak, ami rádiójelhez hasonló üzenetsorokat, dinális számrendszerűket, amiket fejtenek pillanatilag is. A gabonakört az traktorral idézik elő, szerintem. De ugye a gabonakörök környékén fogható egy olyan jel, amit szintén egy kód formában nem, érkezik. Nem erre értettem. Maga a gabonakör a jel. Dinális, így van, dinális számrendszer, és ez egy nagyon komoly, ez éppen egy katonai bázis, Amerikában egy katonai bázis mellett történt ez egyik éjszakáról a másikra. Azért el kell mondom, hogy a katonai bázisoknál ott azért sokkal nagyobb a
figyelem is ott nem lesz, csak úgy megközelíteni. Ennek az volt pontosan az érdekessége, ami a nagyon különös benne az üzenete. Az Orion csillagképnek az üzenete volt rajta, és ahhoz képes volt egy bizonyos üzenetsor. Amit nem sikerült megfejteni, vagy amit nem tudnak még? Megfejtés, de sok minden részét már megfejtettek, annak még egyelőre nem publikus, de már foglalkoznak vele, és ezeket próbálják megfejteni, mert hát ugye valószínűleg az üzenet akkor él célba, hogyha meg tudjuk fejteni a hatalmat. Hát azért ez érdekes, hogy a katonai bázis mellé jön egy ilyen üzenet, nem ami ábrázol valamit, és aztán próbálják, egy gabonaföldre próbálják utána megfejteni. Mondjuk lehet, hogy az üzenet csak annyi, hogy még egyszer letapossátok a búzámat, szétrúg ma seget. Nem lehetettem ezt sem. Igen, igen, akkor lelövöm a teheneidre, teszem. Igen, nyilván ez is lehet egyébként. Visszaüzenni nem próbálunk? Vagy mi is sugárzunk valami jelet, nem? Természetesen folyamatosan, bár most ez egyre inkább csak kutatóintézetekre, mint például a SETI-re vonatkozik. Régebben a rádiójeleink hasonlóan megint csak hivatkozhatunk a kontaktra, ahol egy alapproblémát vetnek csak fel, hogyha kisugárzunk az éterbe, egy bizonyos idő után visszaverődhetnek ezek a jelek. Tehát lehet ez egy öngól is adott esetben, de azért általában célirányosan, általában arra a bolygóra, vagy csillag, vagy naprendszerre, vagy a galaktikán belül arra irányítják ezeket a mi rádiójeleinket, hogy onnan, ahol érkezett értelmes válasz, évszázadokkal akár ezelőtt, mert hogy itt ugye az előbb éppen említettük, hogy valóban az nem biztos, hogy mai jel, sőt biztos, hogy nem mai jel, ekkora távolságoknak, hát onnan arra ugyanarra menjen vissza a válaszunk. Milyen válaszunk lehet? Például a Holdra is vittünk ki, nem rádiójelként, de rádiójeleket is fogtak a Holdon, majd mikor fölmentünk, arra olaj aranyágat tettünk oda, meg egy kis szilícium lapot 147 ország nevében, ugye, hogy az a békés szándékkal érkeztünk kérdezemény kinek? Maguknak? Igen. Jó a kérdés. Igen. Egyébként, igen. Fura. De egyébként lehet, hogy óhatatlanul te már üzentél nekik, Feri, annak idején valamikor Ferenc napkor, amikor új kigyós mellett a határban kimentél részegen a Lucernától, letapostad aztán. És azóta is gondolkozzák, hogy mi lehet ez a jel? Mi lehet ez a jel? Nem tudják megfejteni, ahogy mi pisiltünk körbe a havat télen. Ez az óriás ezt ide beletaposta, mi lehet ez? És a négy üres demizson, azzal mi mit akar. Az előbb mondtad, hogy vannak ilyen sugárzó, jelet adó valamik a bolygón, a mi bolygónkon, a tengerek alján, ugye? Igen, igen. Azt miért nem nézzük meg? Az nincs olyan messze, tehát oda le lehet menni. Már a Marianna árokban is voltak fölfedezni. Meg hogy lehet, hogy a helyüket nem lehet meghatározni, hát méteres pontossággal meg lehet határozni a víz alatti objektumoknak a helyszínét, szimplán rádió hullámokkal, ugye? Hát ez a szonár az erről szól. Így van. Ez a kutatás, amiről most beszélünk, ez nap mint nap zajlik. A haditengerészet, az amerikaiak folyamatosan ilyen speciális kis mélybúvár hajókkal folyamatosan vizsgálják ezt a területet. Én inkább azt mondanám, hogy van valami félelem ebben, hiszen képzeljük el, hogyha a szomszéd kertjében szép óvatosan belopózunk, lehet, hogy nagyon rácsapnak a kezünkre. Érthető, valami ilyesmiről van szó, rendszeres a vizsgálat, a helybéliek is tudnak erről a különös jelforrásról, erről a jelrendszerről, ami onnan érkezik naponta és állandóan. Mondom, a haditengerészet ezt folyamatosan vizsgálja. Ki tudja, lehet, hogy már régen ebben eredményeket értek el, csak ezeket nem osztják meg egyelőre még velünk. Mit szólt ez a nyilvános dologhoz, amit ugye most hoztak nyilvánosságra, az UFO akták? Az amerikai légierő csak nem 130 vagy 150 ezer oldalnyi titkosítás alól feloldott azonosítatlan repülőtárgya készlelésével és UFO-gyi vizsgálatokkal kapcsolatos aktáját. Ugye erről beszélünk. Hát azért ez egy nagyon érdekes dolog. Feltették az internetre, ugye a Kék Könyv projekt gyűjtemény, és rengeteg a hadsereg által UFO észlelt jelentésekről van szó. Ez érdekes, nem? Hogy ezt nyilvánosságra hozta, aztán talán a CIA. Nem a CIA hoztam nyilvánosságra, illetve bizonyos értelemben igen. Ugyanis ezt egy UFO-kutató, amerikai UFO-kutató John Greenwald hozta napvilágra, hosszú évek kutató munkájának eredménye, illetve az állandó kérés a hatalom felé, miszerint Amerikában létezik a sajtószabadságnak, illetve az adat, nyilvános adatforgalomnak a törvénye, ami kötelezővé teszi, ha annak megfelelő rakszámát tudja produkálni az újságíró vagy kutató, akkor Amerikában ezt napvilágra persze beterjeszti, akkor napvilágra kell kötelező hozni. Nos, ezt csinálta ez a John Greenwald, és hát ennek eredménye 130 ezer egyébként az az adat, sőt, személyesen módon volt megismernem, aki a Blue Book írása közben részt vett, mint szakértő, ez pedig Roberto Dean volt, aki Magyarországon többször járt. Ez tulajdonképpen nagyon sok olyan esetet mondott,
hogy a titkosítás mennyire komoly volt, például egy katonai hadgyakorlatról beszélt, ahol a hadgyakorlaton ott repkedtek UFO-k, és nem engedték addig az állományt, amíg azt mondta, hogy még mindig láthat az égen valamit. Majd amikor aláírták ezt a titoktartásig, azonnal mindenki hazamehetett. Nem mondom, hogy meggyőztél, de... Hát ja, érdekes, az apró kis mozaikok, ezekről jó beszélni, aztán az ember úgy is dönt, de hogy ez megint egy plusz szelet. Azért 130 ezer oldalnyi titkosított dokumentum, amit így lehet kutatni az interneten, olvasgatni, beleböngészni, azért ez mindenféleképpen érdekes. Repülőgéppilóták, ezredesek, tisztek mondják, hogy ők miket észleltek és miket láttak, és hogy abban az adott pillanatban miért nem volt erre elfogadható magyarázat. A toroly se tudta, az irányítás se tudta, hogy mit lát, nem látták a radarról. Rengeteg ilyen adat van, mikor leírják, ugye, hogy az volt a visszajelzés, hogy látott valamit egyébként. A pilóta is a radaron visszaszólt neked, hogy ők viszont nem hisztelnek semmit, de itt repül mellettem balra 20 méterre, és leírja, hogy néz ki, milyen volt. Azért ezek érdekes, érdekes dolgok. Hát ennyi ember, tudom, persze sokankra rá lehet mondani, hogy bolond, meg hülye, de tudod, amikor hát azért az amerikai légierőnél nem csak fél bolondok, meg fél hülyék szolgálnak. Azért rábíznak egy repülőt, nem? Hogy egy katonai kantinban milyen olcsó az ital. Az összesen itt az agyát, tudod? Szóval nem tudom. Nyilván valaki bolond, meg megbolondult, meg kanadai védelmi szer lehet mondani, de amikor itt 130 ezer oldalnyi titkosított aktánál azt olvasod, hogy ez ezredes, alezredes, az amerikai légierőnél szolgál. Izgalmas. Hogy valóban én azt szoktam mondani mindig a kutatások során, hogy bocsánat, mi senkit nem kívánunk meggyőzni, mi senkit nem kívánunk befolyásolni. Erre azt szoktam mondani, hogy senkit nem kell meggyőzni arról, most triviális lesz a hasonlat, hogy reggel feljön a nap. Tudomásul kell vennünk, aztán majd kialakul a kutatások eredménye, hogy meddig jutunk el, persze. És ennek a miértje. János, csak hadd kérdezek valamit, a Feri mindig ezt kérdezi tőlem, és erre igazából nem is tudok válaszolni, vannak elméletek nyilván, mikor de a választ nem tudom. Keresni, hogy mikor lesz műsorom az RTL? Dehogy is. Hogy, mondom, Feri kép, nem tudom, hát hidd el, mindent megteszem. Nem tudok segíteni. Hogyha ők valóban vannak, most mindegy, hogy mi vagyunk, és saját magunknak üzenünk, vagy ők más civilizációból származó lények, teljesen mindegy, akkor miért nem jönnek ide egyértelműen, és miért nem mutatják meg magukat a nyilvánosságnak, ugye? Mindenki számára bebizonyosodna végre, hogy valójában itt vannak. Tehát üzennek, de közben mégsem akarják, hogy kiderüljön, üzengetnek, de mégsem egyértelmű a dolog, céljuk van, de nem látjuk, hogy mi a cél, és ezt így fel is szoktak kérdezgetni, és erre nyilván én sem tudom a választ, mert a kérdés jogos, hogy ha viszont itt jönnek, mennek, leszállnak, felszállnak, akkor miért nem jönnek egyértelműen? Hogy erre te, mint UFO kutató, mit mondasz? Én erre a következőt mondom, megint csak az eredményeinkből, ez közel sem így van, hogy ők nem jönnek rendszeressége. Azért mondok megint egy élő példát, mert hiteles forrásból származik ez is. Vladimir Azaza professzor úr rendszeresen járt Magyarországra, és ő a novoszibirszki és a szibériai területeknek volt a katonai megfigyelő bázisának a vezetője. Minek volt a megfigyelője? Az UFO-k beszállásának, speciális a háromszögelési pontokon rendszerességgel napi több száz jött be, amiket különböző kamerákkal, infrától kezdve normál kameráig rögzítettek. Sőt, olyan fotókat mutatott az idegenek testekről, a bőrük szerkezetről és egyébről, és ezt rendszeresen jött, de Vladimir Azaza professzor is. Nem akárki volt, még az Orosz Tudományos Akadémiának egyik vezető munkatársa. Hát Oroszországból egyéb furcsaságokat is hallottunk és már. És vodkával gargarizál. Igen. Nem akarjuk elbagatelizálni a dolgot. Az abban, ezeket mi miért nem látjuk? Ezeket a dolgokat. Mi láthatjuk nagyon sokszor. Ezt a, felvétel halmazt, amit most elmondtál, hogy több ezer napi berepülés volt, hogy abból így tényleg nem igazán lett semmi. Tehát én most rákeresek a neten, akkor megtalálom? Vagy el kell mennem? Ezeket megmondom őszintén, hogy mi föl szoktuk tenni, csak mindig lekerül róla. Sőt, olyan hülyeségekkel aláírnak dolgokat. Például a Holdról, a Holdon egy 20 km átmérőjű szerkezet repült át 92-94 körül. Ezt a felvételt megkaptuk a zsájéktól, föltettük, és állandóan leveszik, föltesszük, vajon kik veszik le? Teszem fel a költői kérdést. Vajon miért? Akiknek érdeke, hogy ez ne derüljön ki, de viszont konferenciákon ezeket bemutatjuk, élőben meg lehet nézni, és hát most március 7-én is lesz egy ilyen UFO konferencia. Szeretettel várunk mindenkit, ott is nagyon érdekes dolgokat a kutatási eredményekről szoktuk számot adni egy éves munkáról például. Együtt lesznek, le lehet rájuk csapni. Mit akarok mondani, hogy János, nem értesz véletlenül a távcső beállításhoz? Mert hogyha esetleg értenél egy picit hozzá, akkor nagyon sok közös témátok lenne Balázsral. Mert neki van a garázsában egy prémium minőségű, pár évvel ezelőtt még az volt, de azért nem sikerült kicsomagolnia, mert több réteg szikszalaggal van átkötve, és be kellene ezt állítani, és közben olyan jókat tudnátok egymással beszélgetni.
abszolút nincs akadálya, csak annyit erről egyébként a beállításról, hogy kamerával, akkor javaslom, hogy nyugodtan érdemes az égboltot, amikor tiszta az ég és a holdat mondjuk filmezzük, sőt filmezés, mert ugye azonnal dokumentum lesz a kezünkbe, nyár estén, vagy kellemes tavaszi vagy őszi időszakban megdöbbentő képeket lehet látni a holdra leszálló szerkezetekről, tömegével, mondom, nem egy tömegével. De látjátok, lehet. Jó, na most kezdett jól lenni, mert a Feri leesett az alapvállás. Szeretett nagyon jól. Tényleg megállítanám, hogy most fog a Feri hazamenni, én viszont most kezdem el. Nem megy, az a baj, nem megyek haza. Nagyon jó. Az a baj, tehát, hogy itt elhangzott az, hogy igen, napi 1000 berepülés a Szovjetunióba, vagy Oroszországba. Akkor a világon napi több 1000 berepülés, vagy 1000 berepülés, és napi több 100 holdra szállás zajlik, amit egyetlen egy tömeges, olyan, tömeges holdra szállás zajlik, amiről sehol a világon egyetlen egy elérhető dokumentum nincsen, úgy, hogy amatőr csillagászok és profi csillagászok hadafigyeli az eget, hadd fejezzem be. Videóra. De nem vették föl, nincs, gyerekek, mutassatok egyet, tehát az, hogy... Én rengeteget fogok... Én elmegyek hozzá, én ma délután megyek. Feri, megint zibbadni fog a lábad. Ne idegeskedj. Ne csak nem mondjuk már ilyet. Mondjad, János, mondjad. Éppen a Balázs műsorában voltam bent, talán még emlékszel rá, amikor azt a derékszögbe leszálló UFO-t mutattam be. Talán még emlékszel. Melyik műsor volt ez? Mindegy, igen, emlékszel. Igen, és? Köszönöm az izalmat, hogy emlékszel, oké. Okay. Végül is arról van szó, hogy ott is bemutattam, az meg más kérdés, hogy a Falcon mi volt alá, hogy János nagyon élénk fantáziájú, és összekeveri a... Így konferáltanak? Akkor még én se hittem, ezeket megírták szerkesztőt. Nem te, hanem alul tudod, azok a fehér kis szövegek voltak mindig mindenki. Ja tudom, ők felirat bűnözők voltak. Ellenállapotára hivatkoztak az emberek. Most a következőről volt szó, akkor például az volt, hogy a János nagyon-nagyon élénk fantázia, és összekeveri a rovarokat. Igen, csak egyet elfelejtett a komment. Egy intelligens rovar volt, mert ő ismert az algebrát, derékszögbe szállta a holdra. És erről vannak fotók, vannak videók, vagy erről nektek? Meg is mutattam, azóta nagyon sok tévé nyilvánosságában ezt be is viszem. Meg is mutatom, de nem egy sok, tehát és bárki, tehát nem én, hozzám, és a kutatótársaim is. Rögzítünk ilyet rengeteget. Hát tényleg gyere át egy augusztus éjszakán, olyan távcsőben van, szerintem bepisilnél a gyönyörűség. Hihetetlen vele használni, lett... nem tudom, de szerintem a galaxis végig ellátnánk vele akkorat, csak még nem tudtam bekapcsolni. Te mi lett volna, hogyha annak idején például Balázst érdeklik a saját műsorában megjelenő témát? Lehet, hogy még utána de is nézett volna ennek a dolog. Konferáltam, hanem voltak ezek a... Nem, ugye az az volt, hogy bejött a vendég, és közben ment a felirat. És a feliratban ráerősítettünk egy-egy sztorira, csak volt egy-két szerkesztő, aki felirat bűnözött. Mi ezt úgy hívtuk, és olyan feliratokat tett föl, amit nem arról hadékok, már kirúgtuk őket. Nem biztos, hogy szabadott volna. De durva. Na jó, mindenesetre érdekes dolgok. Ez a hold, de a tömeges holdra szállásról, hogyha meg tudnál velünk osztani, akárcsak privátban egy ilyen kisebb felvételt. Nagyon szívesen. Akkor annak nagyon örülünk, mert én mondani akartam, hogy veszitek a holdat, mondom, ez nem lehet egy action movie, de hát ezek szerint... Van erről bármilyen videót, fotót, amit át tudsz nekünk küldeni, és meg tudunk nézni? Tényleg? Adhatok e-mail címet, átküldöd. Igen, természetesen. Jó. Ezek fotók, videók? Nem, ez videó például. Videó. Élő, működő videó, tehát még egyszer mondom, tehát nem fikciókról van szó. Nézzük meg. Ennyi. Nagyon szívesen. Jó, ezt küld már el nekünk, léci. Jó? Rendben. Tényleg megnéznénk. Most ez ennek komolyan mondom kíváncsi. De nem értitek? Tehát van 7 milliárd ember ezen a rohadt sárgolyón. 7-es milliárd ember, akiből mondjuk most már 1 milliárdnak van fényképezőgépe. Már és videókamerája. Vazek, hogy nincs egy ember, aki ezt fölveszi. De itt van! De most beszélünk vele. Haló, itt van az adásban. Haló, itt ő. Majd megnézem. Ha mindenki úgy gondolkodna, hogy te Rákóczi, még mindig a fákon zabálnánk a banántot. Az biztos is a banántotta. Jó, mindjárt visszahívlak egy e-mail címmel. Nagyon-nagyon. Tényleg küldj már neked egyet. Én akarom, hogy valaki meggyőzzön. Ott vagy kép előtt? Tűztek a kegyet? Megnézni? Nem meggyőzni, még egyszer mondom, senkit nem kívánok, csak tudjatok róla, hogy van ennyi, de meg tudjuk mutatni.
Nagyon, engem nagyon, tényleg megnézném. Tényleg megnézném. Jó. János... Te már láttad úgy, hogy dezsavű érzésed lesz azért, azt elkönnyedem. Hát régóta, régen volt az már. Olyan sok sikerműsor újra van már mögötte, érted? Így van, annyi minden történt azóta, ami sikeres volt. János, köszönjük szépen. Vigyázz magadra, beszélünk, ha vannak aktualitások, jó? Köszönjük szépen. Köszönöm, akkor hívunk az e-mail cím miatt, köszönjük. Kalmár Jánosnak köszönjük szépen, a Magyar Hangkutatók Szövetségének elnökével. Gyerekek, persze sok mindent lehet mondani, meg azt is, hogy mindenki döntse el ezt, hogy ez most igaz, nem igaz, Gabona kör, de azért, tehát, ha csak abból indulunk ki, hogy 130 ezer oldal titkosított aktát tettek közzé, és azok a tanulmányozott, azért vannak komoly emberek. Ennyi hülye lenne, hogy neki megbolondul a hadseregné? Mindenki hülye? Tehát az az érvünk, hogy mindenki hülye? Hát mi a másik nem, gondolj már bele, nem, érted? Én ezt nem mondtam, hogy ő hülye. Én rá sem mondom, és az amerikai ebben. Katonák, ezredesek. Figyelj csak, megvannak, hagyd mondjak egy példát. Megvan az amerikai hadseregben az a repülőgép, nem tudom milyeneket használnak, vadászgépet, ahol egy furra kiképzett pilóta a világ legjobb embere ül, és nincs egy olyan rohadt technika, amivel értelmezhető képet lehet az UFO-ról készíteni. Nem... Ugye ezt nem mondod nekem, testvérem? Ugye ezt nem? De úgy mondta, UFO. Egy UFO-ról, hogy repülsz abban a faszott gépben, bocsánat, érted? És nincs nálad egy fényképezőgép, hogy az F-19-es, vagy nem tudom milyen vadászgépben, nincs körbe egy kamera, ami rögzíti, hogy egy homályos vackot, amin egy légy átrepült a izélőt, az a bizonyíték. Tele van az internet felvételekkel, a YouTube-on beütött, hogy hát tele van. Mellette az UFO. Kicsit fölhúztam magam, ne haragudjatok, aha, megnézem. Figyelj, én Bali tökéletesen megértem a katonákat, érted? Ott ülök, 25-30 éve keresztül benn van, aki lakatanyába, ott van az a sok Tomahawk rakéta, meg napalm, aztán elseresztetnek közülük egyet, se ért, én is beleörülnék. Elkérjük a videót, jó? Na, most én fel az embert az e-mail címén, és megnézzük a holdra szállást, jó? 5 eszem, pontosan 3-4-9, jövünk Ákos híre után. Morning Show. Klassz FM-en. 3-9 múlt, pontosan 1 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagyon érdekes témával foglalkoztunk a hírek előtt. A Tejuton túlról érkezett egy bizonyos rádiójel, amit nemrég fogtak az amerikai űrkutatók. Ők ezt nyilvánosságra hozták, és állításuk szerint a rejtélyes jel 5,5 milliárd fényévről érkezhetett. És egy néhány tized másodperces rádiójelről van szó, aminek azt mondják, hogy a forrás lehet egy fekete lyuk is. A kutatók szerint azonban ugye ez mégiscsak az a valószínűbb, hogy a Földtől igen messze lévő idegen civilizációból érkezett, és hát ez egy értelmesnek tűnő számsor, ami ismétlődik, van logikája, van ritmusa, vagyis értelmes, mondják az amerikai kutatók, akik azért szintén valószínűleg nem buták, és valamilyen üzenetet tartalmazhat, amit mi még jelen pillanatban a mi matematikai rendszerünkkel, a mi gondolkodásmódunkkal, a mi világképünkkel nem tudtuk nagyon azonosítani egyébként ezt a dolgot, és beszéltünk Kalmár János UFO kutatóval, hogy ők mit mondanak erről a jelről, és hát egyáltalán sok mindenről mesélt nekünk, ugye többek között, hogy már 1985-ben is érkeztek hasonló jelek, amit fogtak az amerikaiak. Mi lenne, ha kiderülne, hogy például ezeket a jeleket mi bocsátottuk fel valamikor, aztán visszaverődtek egy égitestről, és megkaptuk őket. Hát tudod, én ezt mondom, hogy önmagunkhoz jövünk, tehát, hogy... Ja, most az más, lehet, amit nem mondasz, igen, hogy a múltból visszajövünk, meg amit a Jani mond, bocsát, hogy visszaverődő jel. Kell, itt neked visszaverődik a jel, érted, elkezdik fordítani, és aztán így a legnagyobb megdöbbenés kijön az, hogy apa, cuka, funda, luka, funda, kávé, kamanduka, ez vajon mit jelent? Illetve most viszik Dani Kárné lányát. Nem értem. Felhúztad magad? Nem, már lenyugodtam. Elengedem én ezt, úgy érzem, ezt a történetet. Nem, itt az a baj, hogy nem alapvetően az UFO és a földön kívüli élet létezéséről és nem létezéséről van szó, hanem két tábor egymásnak való meggyőzéséről. Én nyitott vagyok erre a sztorira, én nem mondom azt, hogy egyedül vagyunk a földön, tehát félreértés ne es, vagy egyedül vagyunk a világűrben, amely ugye végtelen, tehát az esélye ugyanúgy végtelen annak, hogy találunk még mást is, ami működő organizmus, gondolkodik, beszél, kommunikál, akármit csinál, hanem hogy azok a bizonyítékok, amiket eddig hoztak az UFO kutatók, az UFO-sok, azok igazából megfoghatatlanok, érted? Tehát most nagyon várom a videót, amin végre látok egy olyat, amire azt mondom, hogy na gyerekek, ez oké. Okay. Igen. Tehát ilyen, hogy egy kicsi, azért volt hír annak idején, ha emlékeztek, hogy Hajdú Peti autójának a szélvédőjén egy légy. Az nem légy volt. Szerepelt. Az kaka volt. Vagy kaka volt, tök mindegy, vagy egy szétkenődött lény, amire, bocs, érted? Jól, legyünk tárgyszerűleg, kaka volt. Kaka volt, abból azért lehetett hír, mert az összes UFO észlelést mutató filmfelvétel, fotó, az ilyen. Érted? Van valami piszok rajta.
Ezért tudtuk azt hinni, hogy Hajdú Péter autójának a szélvédőjére ufószállt. Holott egy darab nar volt az. Hát azt ott valaki csúnyán benézte, igen. Igen. Ezt, na, szerintem egyébként János pont nem az a kategória, aki mondjuk egy ilyen banális hibát végz. Nem hiszem. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy mondjuk ő, ezért is vagyok nagyon kíváncsi erre a felvételre, mert 1000%-ig biztos vagyok benne, hogy ő nem kezdi el úgy kémlelni az eget, legyen az videó, legyen az távcső, legyen az szabad szemmel való észlelés, vagy kémlelés, tök mindegy. Szóval biztos, hogy a szemüvegét megtörli, a lencsét letörli. Ha jól emlékszem, egy jeles UFO kutatót kérdeztek meg arról a felvételről, amikor ez a Hajdú ügy kiderült. Nem csodálkoznék, ha pont Jánosunk lett volna az. Egyébként, tehát egy jeles magyar UFO kutató nyilatkozott arról, hogy igen, az egy ismeretlen eredetű repülőtárgy. Aztán kiderült, hogy kaki. Mert hinni akart. Jó, én is akarok hinni, tehát én meggyőzhető vagyok, csak valamivel, ami működik. Még játszunk el a gondolattal, hogy mondjuk léteznek. Azért, hogy fogunk egy ilyen jelet, és ezt valaki valahol sugározza, hogy üzen nekünk valamit, azért ebbe egy kicsit beleborsózol, nem? Hogy jönnek üzenetek, hogy itt vagyunk, hogy találkozzunk, hogy fognak valamit, annyira misztikus és annyira érdekes az egész, és olyan mélységei vannak, nem? Hogy megtörténik-e valaha ez a találkozás, kik üzennek, hogy néznek ki, milyen messze vannak, mit akarnak. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Kérdés van. Én abban az irányban tényleg nyitott vagyok meg, az iránt tényleg maximálisan elfogadó, hogy valahol a világegyetemben rajtunk kívül van értelmes élet. Tehát, hogy az abban szinte biztos, hogy mert végtelen a világűr, tehát ilyen alapon, akkor persze, nagyszámok törvény alapján kell lennie valahol valakiknek. Vagy valaminek. Nem tudom, hogy milyen fejlettségi szinten vannak. De hogy még maga találkozás nem jött létre, abban megvan őszintén, szintén biztos vagyok. Tehát, hogy nem volt itt senki, meg nincs itt semmi, mert hogy semmiféle igazi kézzelfogható bizonyítékot itt még nem tudott bemutatni senki. Igen, de hogy azért ugyanakkor, ha megnézed, tele van a YouTube olyan felvételekkel, ahol idős, leszerelt, vagy éppen haldokló, FBI vezető, CIA vezető, az amerikai hadseregnek a nem tudom milyen ezredese, akikért még nem tudom az ITV riporterétől egy utolsó lehetőséget, fotókkal, papírokkal dokumentál dolgokat mutat be, mert azt mondja, hogy neki már nincs veszteni valója, ugyan köti a titoktartást, de beszél. Van a CIA-tól egy alezredes, aki a halála előtt hozott nyilvánosságra. Fent van vele egy 40 perces interjú, lefordítva, feliratozva, meg tudom találni, bemondom a címét. Titkosszolgálati vezetőktől, idős, már leszerelt katonai ezredesekről, akik mind észérvekkel, fotókkal mutatják, hogy tehát ennél nem tudom, hogy mi az, ami többet adhat. És azt mondja, itt van a fotó, fölemeli a fotót. Ez a CIA vezető, aki 60-as évek vezető, elmondta, hogy találkozott Nixonnal, hogy mi volt a parancs Nixontól, hogy miért nem lehetett ezeket nyilvánosságra hozni, hogy miért beszélő, egyébként haldoklik, talán azóta már meg is halt, mutatja a fotókat, mutatja az űrhajókat, mutatja a lényeket, és elmondja, hogy egyébként amikor bemutatták Nixonnak, azt hiszem talán Nixon volt, akkor ehhez Nixon mit szólt, odarepült, 51-es körzet megnézte, kiadta a rendelkezést, hogy ezt nem szabad nyilvánosságra hozni, aztán ment tovább. Hogy próbálták az amerikaiak eltusolni, mit csináltak? Hát azért ezek nagyon érdekes dolgok, nem? Ez, ha nem egy konkrét bizonyíték? Na de ez nem ez kell nektek? Nem, de miért a csillagászok állnak elő ezekkel a bizonyítékokkal, akiknek főállásban az a dolg, idézőjelben, hogy az eget az amerikai hadseregtől közelebb vannak most, mint a csillagászok, tehát ott, ahol azért ezek az észlelések vannak. Az öreg pacák, mert bemondom a nevét, nézzétek meg, egy 40 perces interjú, szálljatok rá 40 percet. Érdemes megnézni, hát nem tűnik hülye Palinak, nem tűnik elbeáborodottnak. Tehát nem az, aki közben egy legyet keres a sarokba, és nézi a pókot, és folyamatosan, ha merre megy, kicsit kilógonyálva, és nézi a legyet, hogy merre repül. Tehát nem ez a fazon, ő halála eldőtt még adott egy nagy interjút. Nem láttad azt a videót, Feri? Átküldöm a linket, nézd meg hétvégén. Ez is egy érdekes dolog. Na jól van, játszunk hármasugrát, jó? Itt van egy hallgatónk, akivel már is játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok, Bea vagyok! Hát mindjárt beszarok, olyan ideges vagyok! Na, jó van! Hú, de szeretnél! Hallgattam, nem vagyok részrehajló, mindenkit imádok. Én megértem a Fedit is, mindenkit megértek, de Balázsnak van igaza. Mindenkit megértek, Balázs. Ideges vagy? Én találkoznék velük, szerintem ők sokkal, úgy szeretnék látni egy olyan lényt, aki különb nálunk. Érzelmileg is, lelkileg is, mindenhogy. Én szerintem ők különbek, de most akkor játszunk. Akkor játszunk, mondhatod, hogy izgulsz.
nagy az öröm, hogy bekerültél, vagy régóta szerettél volna? Nagyon, nagyon, és hát ez az Anna, hát ez egy, ez felkenem egyszer a kenyeremre. Ja, azt hittem más annyira édes. Igen, régóta beszélgettek már, vagy hosszú ideje, míg adásban nem kerültél? Nem, dehogy is, nem, csak hát meglepődtem, olyan édes, hogy engem választottatok. De jó, mit csinálsz egyébként, Bea? Szobaasszony vagyok, de ma nem dolgozok. Szobaasszony? Jól értettem? Szobalány, akkor állj, így mondom. Szobalány, tudtam, csak ez kiping. Erotikusabb egyébként, hogy szobalány. Szobalány, szállodában dolgozol? Olyasmi, igen, szálloda. Uh-huh. Igen. Igen. Te vagy az, aki reggel 7 órakor bekopogsz, hogy housekeeping, housekeeping, és igen, nem, félpanziós, úgyhogy 10 után lehet csak kopogni. Mert 10-ig zabálnak. Bocsánat. Én nagyon kedvelem. 10-ig zabálnak azok a prosztó új gazdagék, addig én meg várok, hogy kiragaríthassam a szobájukat. A szemednek, nekem nem vagynak semmi. És utána te is nem mehetsz reggelizni? Tehát amit meghagynak? Persze, vagy a... persze, igen. Hát amit meghagynak szó szerint. Hát, igen? Igen. Igen, de édes ott mindenki, úgyhogy mindig van. Tehát ehetünk, igen. Na és miket találtál már a szobákban, Bea? Mesélj egy kicsit. Egy-két kulisszatitkot. Még semmit. Semmit? Soha? Hibbant ember az van, nem nagyon nézek körbe. Főleg a hibbantoknál én nem nagyon szeretek körbe nézni. Gyorsan, pik. Már ez mit jelent, hogy benn vannak a szobában és közte takarítasz? Vagy mely azt én nagyon utálnám, hogy ott fekszem, játszom a gyerekkel a szállodában, tényleg bejött, és csak felporszívozok. Tehát azért volt, volt már olyan, hogy az egyik munkatársam úgy ment be, és én mondtam, hogy én ezt nem akarom. Én látni se akarom, csinálni se akarom. Semmi. Az úgy nem jó, hogyha félmeztelenül fekszik valaki az ágyon, és közben igen, egy porci búzdást szeretném. Hát, figyelj, nagyon jó vagy. Hát figyelj, hetente meg fogunk csörgetni, már látom. A zavarba jövök, igen, de olyankor, de még hál' Istennek, én lekopogom, még nem volt ebben részem. Uh-huh. De van egy nagyon csodálatos munkatársam, az úgy tikpak megcsinálja, azt nem zavarja, félgatyába van, meg félmesztelenül, nem érdekli, megcsinálom a dolgomat, aztán kész. De megy a szobába? Nem akkor takarítjátok a szobát, amikor nincs benne senki? Nem az a szabály? De van, amikor kérik. Ja, hogy kérik, hogy gyertek be. Igen, jöhet, egy porszívózást szeretnék. Meg hát mire van szüksége? Ennyi. Mást is szoktak kérni? Na, hát, az még nem. Hát, ne, hát... Na, szóval igen. Valaki erre gerjed, hogy látja, hogy a szabalányat finoman porszívóz, és akkor egy hirtelen ott mögé surran. A pucsításba, igen. Hát nem szeretném. Én remélem úgy fogok meghalni, hogy idős vagyok már ahhoz, hogy én ezt tapasztaljam. Én lelkileg rendben vagyok, de hogy sírógörcsöt kapnék, az biztos. Hát azért, ha olyan a lovag, Igen. De jó, valaki segít, vagy egyedül vagy? Egyedül vagyok teljesen. És most is bent vagy a szállodában egyébként, vagy otthon? Nem, itthon vagyok, persze, azért hívtalak benneteket, de most ráérek, és olyan Google-im van, hogy... Akkor menni fog. Google-izol tényleg? Áll, Google. Na, jól van, figyelj ide, mehetünk akkor? Igen, köszönöm. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Melyik legendás magyar énekes lágere a táncoló fekete lakcipők? Én arra gondolok, hogy ő meghalt már. Igen, sajnos. Komár. Komár Laci is kinyugasztalja. Szerettük őt. Igen, Komár László így van. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Morning Show-s Klassz FM-es sapkáért, sálért. Filmes ugye, kémia vagy film? Film. Ennyire jó vagy filmekben? Kémia vagy film? Kémiában jobb vagyok. Aha. És a filmek? Mennek. A barátom megtanította nekem, hogy melyik a jó film, és mit kell megnézni mindig. Aha. Milyen kategória? Tehát ki a főszereplő? Mindegyik. Rokkó kalandjai? Menj! Azt én nélkül néztem. Tehát ő nem volt mellettem. És egyedül nézted? Hát, mert az úgy zavarba jöttem volna, hogy ő itt... Megtaláltad a laptopját, mondtad, Rokkó kalandja, hogy hát mi lehet ez valami kis... Az a Beagle vagy? Egy jó kis Alendoló. Egy Alendoló. Alendoló vagyok most nagyon rápusztulva. Kire? Aleskára.
Aha, de na, jó van. Jobb, ha itt megállunk ezen a ponton. Hasonló az ízlésünk. Hogy te miért vagy Aleskára, ezt már meg sem merem kérdezni, Bea. Inkább nézzük kíváncsi a kérdést. Kíváncsi voltam, oké, okay, köszönöm. Így szól a kérdés. Melyik Oscar díjas filmdráma főhősét alakította Charlie Sheen? Szóval, hogy ez egy rádió műsor, országos és nyomatikusan szólítanak fel téged, hogy a színész vagy a film kell nektek. Mielőtt megválaszoljuk a kérdésbe, drága, nyomatikusan felkérlek, hogy ha esetleg megyünk a harmadik kérdésre, mellőzzük az ilyenféle szitok szavakat és egyéb ronda szavakat és mindenféle hasonlót, jó? Jó, ez csak kicsúszott. Kicsit zaklatott állapotban vagy most a játék miatt, de ne. Figyelj, minden héten fölhívunk, ez biztos. Melyik Oscar-díjas filmdráma főhősét alakította Charlie Sheen, vagyis mi annak a filmnek a címe? Igen, a hú, a szakasz. Egészen pontosan. Yes, igen. Te milyen jó vagy. Hú. Tök jó. Na. Nagyon jó vagy. Döbbenetesen jó játszol. Kivéve ronda szavakat. Bea, nagyon jó vagy, mit csináljunk? Hát most attól függ, megérdezem, hogy milyen fajta. Hát ha van Google-id és gyors vagy, akkor... Igen. Hát most azt nem mondom meg, hogy miben vagyok gyors. Ebben nem biztos. A takarításban, igen. Kifejezetten érdekelne pedig, csak nem félek neked ilyen kérdéseket feltenni, mert tényleg be is mondod, úgyhogy nem is kérdeztem semmit. Na, harmadik kérdés, óra, mit csináljunk? Óra a tét. Hú, de kéne. De milyen fajta kérdés? Történelem. Hát az mondjuk, úgy... Mindenhonnan jönnek a hangok. Igen. Igen. Szó szerint löktek, de olyan mérhetetlen lökésem volt, hogy én érettségizni tudjak, hogy teljesen hülye vagyok. A Janit kérdezem meg, olyan okos. Tudnám? Jan? Nem. De legalább őszinte. Igen, most szerintem nem. Igen. Most tényleg őszinte vagyok, abszolút mindenféle cinizmus nélkül mondom. Menj tovább, Bea! Ne sodor már bele, légy szíves. Menj tovább! Ne csináld! Azt akarod, hogy elveszítsen. Nem hiszem, hogy ezt akarja. Azt akarom, hogy nyerjél. Hát olyan jó játékos vagy. Mondjuk tényleg óra az ajándék, de nem mennék tovább is. Igen, ne, próbáld meg. A Feri meg egy másik kategóriába csodálatos, úgyhogy én hiszem. Na, miben csodálatos neki a Feri? Mindenben. Hát csodálatos ember. Az. Ez nekem már elég is. Az. Itt volt, kicsit lemondó volt. Az. Itt volt annó Sopronba, és nem gyűlte össze az ágyneműt. Igen. Megkértem, hogy öleljen meg, és megölelt. Szó nélkül. És ketten voltunk csak van a szobában? Nem, ez egy liftben történt, és Feri vállalhatatlanul részeg volt. Nem, ez mindenki előtt volt. De aztán utána a lányomat is megölelte. Aja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 j
üres a szobám, na, mit csináljunk? Mit csináljunk? Én megállok szerintem, megállok. Jó. Na jó. Nem fogom tudni a torit. Olyan hülye vagyok, mint a seg. Jó van. Teljesen töriből. Jó van, küldjük neked akkor a pasztartót és a sapkát és a sálat, jó? Ó, köszönöm szépen, imádlak, imádlak benneteket. Köszönjük továbbra a játékot. Továbbra is, még továbbra is. Jól van, vigyázz magadra. Ti is, köszönöm. Szia, hello, Bea. Hello, ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Milyen őszinte, milyen gyermeki, milyen romlatlan. A műsor készítői elhatárolódnak az abban megszólalóktól. Abszolút, igen, és maximálisan. Kérünk mindenkit, hogy ne használjanak ilyen szavakat élőadásban. Azért lezsibbadtam. Tehát, hogy jó a csend. Hogy hallgass, Jaj, de jó. Ugye, hogy azért egy... Fincsi tud lenni. Fincsi tud lenni. 9 óra múlt pontosan, 3 perccel jövünk Ákos híre után. 4:10 múlt pontosan, 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri, hello, Drága, hello. Na, megtaláltam neked, Feri, nézd meg ezt az interjút. Jó. De most? Őt Richard Dolennek hívják. Aha. És az egykori CIA vezető... tulajdonképpen a halálos ágyán beszél az egykori CIA vezető, beírott, hogy halálos ágy CIA vezető, kidobja. Ez egy 40 perces interjú két részre szedve. Nézd meg. Nagyon érdekes. Egy hétvége elég lesz. Egy hétvége elég lesz. Nincs, és van egy ilyen szélessávú internetünk a faluba. Hogy csak lejön valahogy. És van egy másik Richard Dolan nevezető ember, nézd meg őt is, ő egyik olyan történész, nagyon nagy koponya az Egyesült Államokban, és egy közmeghallgatáson
ahol nagyon sok szaktekintély ott van, ő is az UFO jelenségekről beszél, és feltesz olyan kérdéseket, hogy miért hallgatja el az amerikai légierő, hogy mi lehet az elhallgatás mögött. Konkrét bizonyítékokról beszél, hogy mit láttak például a chicagói reptér felett, hogy a szemtanúk nyilatkoztak, hogy a pilóta nyilatkozott, tehát olyan embereket említ konkrét évszámmal, dátummal, esettel, amiket aztán nyilvánosságra hoztak, és ott is elmondja, hogy először a légierő is tagadott, aztán a légitársaság is tagadott, de végül is a pilóta előállt, hogy mit látnak különböző emberek. Őt is Richard Dolan-nek hívják, ő történész és UFO-kutató, Amerika egyik legnagyobb koponyája ezen a téren egyébként, és egy közmeghallgatást csináltak, ahol felvetették azt a kérdést, hogy miért nem tudhatnak az emberek erről többet, és vajon mi áll a háttérben. És levezet, hogy a 40-es, 50-es években az amelyek azért nem beszéltek erről, mert azt hitték, hogy a szovjetek, és hogy ugye tanulmányozták őket, aztán bebizonyosodott, hogy nem erről van szó, és ezeket a kérdéseket boncolgatja. Ez egy 14 perces kis előadás, elég sok konkrétummal egyébként, bizonyos eseteket szed szét, hogy itt-ott mi történt. Nagyon izgalmas. Őt is Richard Dolan-nek hívják, nézd meg. De a CIA interjút is, a CIA volt vezetőjével. Ezt beütöd, érdemes rászánni egyébként egy fél órát. Ő konkrétan az Amerikai Egyesült Államok elnökét, ahogy mondtam, nevezi meg, hogy hogy juttatták el hozzá ezeket a bizonyítékokat, és mit szól, talán azt hiszem, mond Nixon mondja, amikor ellátogatott, és ő is a szabad szemmel látta ezeket a dolgokat, hogy milyen parancsokat adott. És kérdezi a riporter, hogy miért beszél erről, és elmondja, hogy kellett ezeket az adatokat titkosítani, hogy most már miért beszélhet, nincs veszteni valója. Izgalmas. Tényleg, jó. Tényleg, nézd meg. Én pedig a csokoládés krémest ajánlalám a tortavárban. Döntsd el te, hogy melyik az izgalmas. Mondd a címet. Nagyon, nagyon klassz. Nagyon klassz. A két dolog, ez nagyon jó. És akkor találsz még ilyen vatikáni teológust, más értelmes civilizációk létezéséről beszél. Tehát az oldalon aztán átlinkelhetsz egy csomó más oldalra. Ami, ha nem is győz meg, minden esetre elgondolkodtad, hogy milyen fene nagy játszma közepén vagyunk mi, és hogy mennyire semennyit nem tudunk igazából, se a saját létezésünkről, se arról a világról, ami körülöttünk van, és hogy nincsenek mások csak kérdéseink, kivéve mondjuk az általunk felállított matematikai világot, ami már egyfajta törvényszerűség, és ismerjük, hogy a legtöbb dologról még mindig fogalmunk nincsen. Nézd meg, jó? Jó. Kinyitom a tudatom. Tényleg megnézed, vagy most csak le akarod rázni? Nem, tényleg. Nem, most ennyi akarom. Legyen ez a házi feladat, hogy hazamiszor két dollárnak megnézed. Már itt tartunk, hogy házi kapunk két főre. Hozza az ellenőrzőjét, be kell írnom. Házi feladat. Üzenőfüzetét hozzá ki, kérem szépen, kettő darab házi feladatot adnék. A két Richard Dolan. A Dolan történész is a volt CIA vezető. Nézd meg, izgalmas. És Jani mit kap neki? Én nekem nem, mert én földrajzilag primitív ember vagyok. Csak az élvezet. Proli. Proli vagy. Jánosnak a feladata, vedd ki a hirdető újságot a kocsiból, a lábad alól, tegyél be egy gumiszőnyeget. Na, az az én házi feladat. Menj haza, vedd le a távirányítóról a fóliát, húzd le a CD-ről a fóliát, és vedd ki a papír újságot a lábad alól a kocsiból, és tegyél be gumiszőnyeget. Ez a két házi feladat. Ha van jó mosógépetek, akkor az előáztatást azt ne a kádban abszolvált zuhanyzás közben. Ugye? Vedd ki a ruhát a lábad alól a kádból, engedd le a vizet, és hidd el, nem spórol semmit, ha másnál töltöd a telóra. Ne törzs másnál a telefonodat, igen. Na mindegy, szóval nagy dolgok ezek. Jaj, hát nagyon szerettem a hallgatónkat, kivéve a ronda beszédetben, nagyon-nagyon helyes volt, nem? Volt benne vitamin, nem? Volt benne vitalitás, ezért igen, belcs hármas ugrás játékosunk volt egyébként, nagyon keményen. Igen. Nagyon keményen nyomja. Vagy egy kis cenzúrázás után talán még egy best-of-ba is beférne. Igen. Na, hát Ákos híreiben hallottam reggel, de szerintem érdemes megemlíteni, mert szerintem a dolog zseniális, és nyilván talán néhány hallgatónk is volt már hasonló helyzetben, amikor is hát valami olyan drága dologban tett kárt, amiben nem szabadott volna. És hát az egyiptomi fáraó Tutenkámon halotti maszkjáról letörni egy kis aranyozott szakáldarabot hát takarítás közben. Bocsánatos bűn. Ez gyerekek több, mint szenzációs. Ugye a történet arról szól, hogy hát Tutenkámon halotti maszkját nem nagyon kell bemutatni, az egyik legfontosabb és legismertebb egyiptomi fáraónkról van szó. Az a világ bármely szegletéből utaznak, hogy láthassák, ugye az egyiptomi múzeumban, vagy a kairói múzeumban. És hát feltehetően egyébként valaki takarítás közben, két portörlés között. Picit elmozdított azt a szakáracskát. Megvan a kép, hogy bejön Leila, vagy Fatima, a helyi takarító néni, és azt mondják, hogy most akkor
Fatima néni miután felmosta a padlót. Uh-huh. Azt a tessék már lehet rölgetni. Azt is, ez sem már neki annak is. Hát ez nem lehet csak úgy. Vagy önkéntesen oda ment is meg. Több kérdés is van a dologban. Meg van magtulva. Igen, tehát a város egyik legismertebb turista látványosságáról van szó. A múzeum is az, és hát maga a halotti maszk is az. 3300 éves. Eleve, hogy vesznek föl ide takarítókat? Van-e casting? Kell-e előtakarítanod a csarnok bármely más pontjában, hogy aztán eljuthassál a halotti maszkhoz, mint gyors éttermekbe, hogy mosogatsz, és egy év múlva már krumplit is süthetsz. Tudod, mész tulajdonképpen előre. És amikor letört, ő hogy vette észre? Hogy jött rá, hogy ezt vissza kell ragasztani, és nem szabad szólni? Hogy csak most jöttek rá, hogy letört, nincs egy állandó 0-24-es kamerarendszer, ami például ezt figyeli, hogy ott aranka takarít, kicsit letöri körben, és fogja a celluxot visszaragasztani. Tehát nagyon sok kérdés van, ha belemész az ügybe, és elkezded darabokra szedni, hogy történik ez, hogy egy 3300 éves maszkból valaki letör egy darabot, majd visszaragasztja a celluxsal. Mivel kezdte el takarítgatni? Tehát, hogy ez nyilván nem tolsöpű lehetett, hanem azt mondta, hogy hát ennek kell, szerintem már a sikár is. Igen. Mindenesetre a visszaragasztás úgy volt, hogy nem az illető ragasztotta vissza, igen, hanem a múzeumban rájöttek, hogy gyorsan vissza kell ragasztani, egyrészt, hogy ne kell lezárni. Mindjárt nyitás, és lesz valami hiányérzete a kedves látogatóknak. Igen. Nem így emlékeznek a maszkra. Hozzatok valami ragasztót, vissza kell ragasztani. Itt hihetetem valami, azt jobban tudod, hogy egy epoxi ragasztó. Az. Egy több komponensű ragasztóról van szó. Igen, nagyon kövek jó ragasztására műségű szolgál, de nem lehet egy ilyen műtárgyat megcsinálni vele rendesen. Nem erre van. Igen, nem erre van. De az is érdekes, én voltam itt, láttam is, akkor még szerintem meg volt a szakála, hogy ez egy üveg mögött van. Tehát, de tényleg, ez egy tárlóban van benne, nem úgy csak a szabad levegőn. Tehát ahhoz Fatimának, a takarítónőnek le kellett. Vagy az ő az üveget takarította? Hát, vagy a másik variáció az, hogy az üveg egyelőtt feldöntötte. Tudod, így porszívozgatott, aztán neki tolatott farral, tudod. De ez megvan, hogy tényleg bemész porszívozni, és csak hallod, hogy valaminek neki mentél, és utána, amikor hallasz egy csattanást is. Tehát, és akkor bekiabáztolod, hogy az ő megkiabál, hogy Fatima! Hogy eltörtént semmi baj, semmi visszafordít, nem. És akkor bemegy, és előadják, mi van a kezedben? Melyikben? Ebben semmi? Nem, abban, másikban. Abba sem. Ebben sincs. Na, most áttetted labban. Nem tettem át. Mi az ott? Egy hotdog. Érted? Tutankhamon szakála. Megpróbálták megragasztani, várj, a cikit még nem ér véget, és a ragasztás visszafordíthatatlan következményekkel járt, ugyanis ragasztás közben megkarcolták az... Tehát akkor ez nem valami szaki volt, hanem ott tényleg vagy a takarítóri, vagy a múzeumi dolgozó rájött, hogy egy perc múlva nyitás. Hozta ragasztód, Ahmed! Gyorsan! Ahmed spurizott a ragasztóért. Visszaragasztották, de újra ragasztották vissza, hogy közben rommá karcolták a szakállat. Ezért... Gyanta, jó lesz! Mindent csak hozzad! Ragad! És hát mikor megpróbálták helyreállítani, kisi hevenyészet módon, akkor nem több mint 3000 éves maszkot rommá karcolták. És... megpróbálták lekaparni a felesleges ragasztót a maszkról. De érted ezt? Van nála zsebkés. A két felületet ugye úgy ragasztasz össze, hogy mind a kettőt megkened, kicsit válsz, és összenyomod a kettőt. Na most ott ugye az résből kijön a ragasztó. Hát valószínűleg itt is kijöhet. Gyerekek, hát ez nem maradt, hát így... De a legjobb az lett volna, tudod, hogy a nyomásnál megtámasztja a maszkot, tudod, és beholpad az eleje. Behorpat! Ez Mr. Bean-es az egész. Tényleg. Ez olyan, mint a lavina, hogy eltörsz valamit, elkezded helyrehozni, és egyre több kárt okozol a helyrehozással. Egy nyomod Mr. valahol, hogy itt ragasztod, behorpad, a horpadás alulról megnyomod, akkor a szeme kiesik. Igen, akkor lepattogzanak róla a kis, hogy hívják, a kis festékdarabok. Tehát azt gondolná az ember, hogy azért tényleg az egyik legismertebb műtárgyról van szó, hogy azért erre így jobban vigyáznak, nem? Hát, hogy nem lehet oda, akárki nem mehet oda, de nyilván van egy régi végzettséget. Igen. Ne, hát legalább egy régi végzettséget, ha le kell porolni. Tehát nem, tényleg nem Aranka néni megy oda. Ide valaki beavolt a porszívóval. Simán el tudom képzelni. És ilyenkor nem szólsz a múzeum vezetőnek, a régészeknek, a restaurátoroknak, hogy gyerekek, ragasztani kéne. Tehát valaki tényleg nekiállt, nem, és mert ezt a felbecsülhetetlen értékű antik darabot elkezdte megragasztani? Igen, tudom, igazgató úr! Fatima!
Nincs vizuálás. Jöjjön vissza egy óra múlva, erre most nincs idő. Fatimát elküldtük. Van egy azt kis baj. Micsoda, elromlott a porszívó? Nincs ez a porszívó? Nem, letört a szakállat utáram. Jaj, ne szórakozzon már, Fatima, tudod? És megragasztotta. Szenzációs. Szenzációs. Tehát ez egyszerűen nem is értem. Te, ha betörtél egy ablakot annak idején az iskolában, akkor például vállaltad? Hát nem vállaltad, próbáltad elkamúzni, hogy nyilván nem te voltál a foci labdával. Ugyanez van Fatimánál is. Picit értékesebb a dolog. Ilyenkor mi van? Nem tudják rád verni, most azt mondják, hogy fizessék 600 ezer dollárt. Aha, rátékázzák, tudod. Igen. Egy felbecsülhetetlen értékű műtárgya. Mennyit fizetsz? Felbecsülhetetlen értéket. Igen. Eltűnt a hónap végén két porzsák, eltűnt egy viradapa, partvis, kettő darab műanyag, és tudták ám a szakállap. Letört másfél millió dollár akár, tudod, akkor ott így helyre kéne hozni. Szenzációs hír egyébként. Hát emlékeztek, amikor ugye nálunk történt meg ez a sajnálatos eset, amikor ugye nem támasztották ki a darunak a lábaival a darut, és ugye munkácsi képekkel sikerült felborulni a darunak. Hát akkor is azért volt egy kis probléma. Volt egy kapkodás. Na igen. Szerencsére nem sérültek meg egyébként a képek, de hát azért ott is valószínűleg lesápadtak néhányan. Hát az is kemény lehet, igen. Aha. Ott mi volt pontosan? Ott a szállítás közben? Be akarták emelni, igen. Hogy a kiállító helyre vagy ki. Nem, be akarták, az még a beemelés volt. Be akarták, és ugye a darunak vannak ilyen olyan stabilizáló ilyen oldaltámaszai, amiket ki kell engedni, és akkor egy szép, egy maximum, tehát hogy fixálják gyakorlatilag a darut, és hát ezeket nem. Azt úgy érveztek, hogy ki bírja az a három festmény, beemeljük. Elbírja ez. És eldőlt. Hát van a Piéta szobor, tudod? Aha, igen, hát azt is igen. Valami magyar támadta meg. Igen, állítólag. Úgy állítólag ott az volt, hogy neki esett, kalapáccsal esett neki a szobornak egyébként, és ugye hát Mária bal kezét, meg az orrát, meg nem tudom. Tehát a kisebb darabok azóta van ugye üveg mögött, igen. Az, mondjuk az tudatos rombolás volt. Hát ugye? A tudatos, de hogy nem igen. Lehet, hogy itt is valami magyar megvilágosodott egyébként? Hát ugye nem tudják azóta, hogy ki volt. Egy csak hazavinni. Igen, azóta az egész világ úgy tudja megnézni a Piétát. Tehát, hogy ugye üveg mögött van, mert hogy egy magyar neki esett, és nem tudom, mi volt vele a baja, vagy miért gondolt, hogy ilyen kalapáccsal kicsit beleszólva. Szerintem csak szuvenírt akart vinni, a felesége valószínűleg túl sok eurót dobott be a Trévik útba, és akkor tudod, valamit vinni is akart, nem csak ott hagyni. És akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen így egy kicsit. Én láttam egyébként előnézetből ugye ezt a szobrot a bazilikában, a Szentpéter bazilikában, tényleg ott az üveg. Hiányzik, tehát, hogy nem tudod. És egy picit úgy hiányzik belőle. És, de akkor egy picit úgy büszke az ember, nem? Amikor oda megy. Na. Hát mégiscsak mit csináltuk, srácok? Itt is maradt nyomunk. Látod, itt is voltunk. Figyelj, mindenhova eljutottunk a világban. Na. Gondolkozom, hogy valaha, valamikor ilyen nagyon drága dolgot tettem tönkre, de így nem jut eszembe ez igazából, amikor itt tényleg nekiállsz valamit így nagyon barbárkodni, megszerelni, és aztán egyre nagyobb kárt okozol. Ugye a kocsi szerelés, bringa szerelés, nem annyira drágák, mint mondjuk tudtál elmondani, de hogy az ember tud azért ilyeneket elkövetni. Próbálod, nem kell nekiállsz otthon megszerelni. Igen. Kicsit megnyomod, biztos hát ott marad. Igen. Jó, mondjuk a Q7-esnek a dísztárcsai azért nem voltak olcsók, és emlékszem, azért hagytál némi nyomot rajtuk. Azok felnik voltak, vagy nem tisztárcsák. Ja, tényleg nem is voltak. Ja, bocs, még rosszabb a hely. Ja, bocs, elnézést, igen, azok még drágábbak, igazod. Hát jó, az ember közlekedik, hát a felni az használati tárgy. De én még nem láttam olyan felnit, amiből darabok pattantak volna ki. Darabok pattantak hát ki a felniből. Igen, abból hiányoztak darabok, abból a felniből. Tehát, hogy ez nem egyszerűen meg volt karcolva, hogy meg volt nyomva, hanem így hiányzott belőle egy negyed kiló titánium ötvözet. Az lehet. Azt írja, hogy hallgatunk, egy múzeumban takarítás közben letörtem egy szobor ujját. Szerencsére a mai napig nem derült ki. Megállt a szívverésem, amikor pattant a kövön. Na, ez azért szép sztori. Tudod. Tehát azért egy picit kellemetlen tud lenni. De akkor visszaragasztod? Uh-huh. Hát igen. Figyelj, én azt is el tudom kérdezni, hogy eredetileg a Millói Vénusznak is volt két karja. Igen. Amikor megtalálták. Hát tud beszélni. Ilyenkor tényleg mi van biztosít? A takarítót? Tehát, hogy az ő felelőssége, vagy ő azt mondja, hogy én úgy takarítom gyerekek, hogy tehát nem verhetitek biztos, rám. Levonják a fizetésébe az elkövetkezendő 200 évre. Igen, na, felhívjuk a hallgatót. Hát a... Nem kinyomom. Nem mer beszélni. Tehát, tényleg, hogy van, hogy te azt mondod, hogy én takarítok, de hogyha bárminek baja esik, akkor nem az én felelősségem. Tehát, hogy kell, hogy ezeket biztosítsák, gondolom, nem? Hát nyilván lopás ellen, törés ellen ezek biztosítók. Mennyi pénz lenne az minden egyes takarítóra megkötni ezt a biztosítást?
Ez embertelen összeg, aki ilyen helyen takarít, hogy a Monalizát kicsit leporolom, és akkor... Tudod. Na, nézzük meg, tessék, ki mi... Köztéri szobroknál. Igen. Én úgy emlékeztem, hogy Bem mutatott valamerre, most nem mutat semerre. Mi a fele történt? Igen. Nézzük meg, tessék, drága hallgatók, valljatok nekünk, jó, ki mit tett úgy tönkre a munkahelyén, nem kell, hogy múzeum legyen, hogy nem vallottátok be, megpróbáltatok megjavítani, jó? Nézzük meg, fénymásológép megszerelése, hogy a főnök ne vegye észre, céges autó bal oldalának, nem tudom, összetörése otthon, sok tűnik a kikalapát. Tükör lemaradt, így van. Tehát mi olyan dolgot tettetek tönkre a munkahelyeteken, ami azóta se derült ki, 50 milliós Lamborghini traktorral tolattatok úgy, belem tudom, az árokba, hogy ki kellett húzni. Tehát amikor az ember tényleg a munkahelyén tesz tönkre, nem a saját lakásában, de aztán megpróbál mindennek tenni, hogy ez ne derüljön ki. Ugye? Hát azért itt is vannak nagy barbárkodások, itt a fénymásolóba akadtam-e múltkor, hogy már egy épp kézlebb gomb nincs rajta, mert mindenki szerel valami. És kicsit így próbáld visszarakni a tetejére, hogy nem nálad ugrott le. Igen. Jó, tehát tényleg telefonáljanak buszvezetők, hókotrók, metróvezetők, restaurátorok, bárki, aki olyan dolgot amortizált le, ami a munkahelyén megtalálható. Szülésznő képzőben leszakítottuk a gyakorló baba fejét, mi is megragasztottuk. Hívjatok, ha érdekel. De hát azt le kell szakítani, ha húzott ki, nem? De a gyakorló baba az a születendő csecsemő, vagy egy anyababa van? Nem, az a baba, akinek baba? Születik. Aha. Igen. Anyababa. Hát igen, anyababa is belőle húzott ki a gyereket. Igen, egy terhes ilyen műanyag baba. Igen, egy nagy hasú. Nyomja, anyuka! Nyomja. Hol kell megnyomni a hasát, ha nyomni kell, érted? Na, várjuk az SMS-eket, jó, tessék vallani, van még néhány percetek, küldjetek nekünk, ki mit tett már tönkre a munkahelyén, annak mennyi volt az értéke, és hogy próbálta megcsinálni. Jövünk az SMS-ekkel egy rövid reklám után. Morning Show. A Klassz FM-en. 9:50 múlt, pontosan 6 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Igen. Küzdünk a technikával, lefagyott az SMS gépünk. Két SMS jött csak át, azok nagyon helyesek. Egyiptomban állítólag a piramisokba bele volt ésve, hogy itt járt a Kovács család. Figyelj, valami fan nem volt. Simán el tudom képzelni. Erdélybe tölt fába vésed, ott nem volt. Egyébként ez simán. Itt járt a Kovács. Nem áll, ennyire prostó nem lehet valaki. Miért ne? Tehát odamész több ezer éves, és belevésed, hogy itt járt a Kovács család. Figyelj, úgyis össze van karcolva az összes könyv, tudod, ilyen régi vackokkal, de ilyen hieroglifák, vagy mik. Egy kilátóba, oké, egy tölgyfába, oké, de hogy azért odamész, fogsz egy kis érckalapácsra, egy csavarhúzót, hogy bármár készülsz rá, és nem nézed a valaki gyorsan belevésed, hogy itt járt a Kovács család. Tudod. És a család meg ott arrébb várakozik, tudod, a család a piramis mögött kopácsol, és csak anyjuk azt mondja, hogy hallgass csak, fia, apád hol van? Hát remélem, hogy... Hallod? Lajos! Lajos! Mi csinálsz? És abba adja, tudod, a kopácsos. Csemi, vigyelj, jövök! Atya is. Mondjuk azt azért nem szabad elfelejteni, de miért nem csinál egy angol vagy egy amerikai? Csinálják azok. Ugyanígy csinálják, csak hát mi mindig hajlamosak mondjuk azt gondolni, hogy az ilyen jellegű feliratok, meg az ilyen mondjuk ilyen hongálások, ezek csak az elmúlt 10-15-20 évben következhettek be, de azt nem szabad elfelejteni, hogy azért ez a vonal, ez már itt volt 100 éve, 200 éve, a középkorban ugyanezt csinálták egyébként. Ugyanígy megvoltak a graffitik, ugyanúgy megvoltak az üzenengetések, ugyanúgy megvoltak a bevésések, faragások. Tehát a Kovács család ez mehetett ott az osztrák-magyar monarchia alatt is. Ott van például a Sphinx orra, ugye? Igen. Louvre-ban voltunk, a kiállító terem ajtaja mellett van több nagy, nem mai lelet. Nekem melegen volt, elkezdtem levenni a kabátomat, előtte a talpazatra tettem a táskámat, sálat, sapkát, a biztonsági rohant felé, hogy lehetőleg ne pakoljak egy több mint 100 éves dologra. Ezt Anikó küldte nekünk, igen. Hát emlékszem, amikor mi voltunk, ez is egy ilyen tipikus volt, ugye? Amikor kim voltunk, annak idején forgattunk Argentinában, és meglátogattunk egy jezsuita kolostornak a romjait. És egy Gergő nevű, svéd nevű kollégámmal voltam ott, meg Kristóffal, másik kollégával, és a svéd, ez egy hatalmas, szőke, nagy darab srác, és mindig azzal szórakoztunk, hogy mindenki azt mondtuk, hogy valójában egy troll, aki köveket eszik. És mondtam neki, hogy Gergő, menj már oda az egyik kőhöz, emeld már föl, mintha ennél belőle tök jó képet fogunk csinálni. És felemelte az egyik követ a romokról, és azonnal odarohant valaki, és mondta, hogy legyen szíves, tegye már vissza, mert pár száz éve ott van, hogy maradjon már ott. Nagyon jó volt. A másik, ami egy nagyon jó sztori volt, amikor életem először voltunk Görögországban.
Fölmentünk természetesen az Akropoliszot, és akkor ugye ott vannak ezek a gyönyörű kariatidák, ezek a női oszlopok, ilyen nőformára faragott oszlopok, és csak egy ilyen kis kordonnal volt ehhez áll. És mondom a többieknek, hogy figyeljünk, hát csináljuk már, olyan képes senkinek nincs, hogy ül a kariatidák mellett, én legalábbis nem láttam soha. Szaladjunk már be. És mondom, nincs itt senki, mondom, simán megcsináljuk, bemegyünk, felugrunk, lefényképeztek, Csabi, te kimaradsz, lefotózzon minket, aztán egyetlen képet tudtunk csinálni, ami már kifelé szaladunk, mert ahogy elindultunk befelé, mint az állat rohantunk be, elkezdtek mindenfelől sípolni és üvöltözni. Addig ugye nem láttál egyetlen őrt sem, de abban a pillanatban, hogy átléptünk a kordonon, és 10 métert tudtunk befele rohanni, már sípoltak és üvöltöztek mindenfelől, azzal a lendülettel ugyanúgy ívben fordultunk, meg is szaladtunk kifelé, és egyetlen képünk van, mögöttünk a kariatidák, mi meg a kariatidáknak háttal, leszegett fejjel, rohanunk kifelé, de majdnem szétrobban a fejünk a röhögéstől, tehát látszik rajta. Az volt a szerencsék, hogy nem hajította ki minket a francba. A drága belépő, hát meg se tudtad nézni. De most gondoljatok bele, nekünk lett volna egyedül ilyen képünk a világon. Na azóta van ez rendesen körbe kerítve. A Vadó János és barátai arra jártak. Ne lépd át ezt a vonalat felirattal, igen. Egy komplett műemlék épületi tetőszerkezetét vágtuk haza viccből, a mai napig nem tudják, hogy mi történt. Írja egy hallgató, ennél több konkrétumot nem küldött. Elrontottam a főnök feleségét, de megcsináltam. Köszönjük szépen. 90-es években a volt munkatársam a csuklós kékbusz szakította meg a telephelyen. Az első leesett havon csúszkálás után visszatették a helyére. Amikor a csuklós kék busz szétszakítod, az a közepén, ahol ott a csuklónál. Szerintem igen, az két felé ment. Kicsit befú a szél. Gyerekek, nem forgolódnak egy kicsit az udvaron? Hát leesett a hó. Na, hát leesett a hó. Hát nincs ezzel baj, igen. Na jó, haldoklik az SMS gépünk, úgyhogy várunk egy kicsit, amíg bejönnek az SMS-ek, jó? Addig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó. Arról beszélgettünk reggel, hogy ki hogy halad a korral. Egy 74 éves mama elment egy plasztikai műtétre, hogy az altestét kicsit rendbe tegye, mert hogy 30 éves pasia van. És arról beszélgettünk, hogy ki hogy dolgozik azon, hogy megőrizze a fiatalságát. Hallgatóinkat arra kértük, írjanak nekünk SMS-eket, hogy párjuk, akár férfi, akár nő, hány órát áll a tükör előtt, mit csinál és hogy próbál fiatal maradni. Hát egészen érdekes hozzászólások jöttek. Julit, Annát is bevettük a megszólalásba. Kiderült, hogy Juli nem nagyon csinál semmit. És ezt a férje nehezményezi. Igen. Úgyhogy lassan a Juli szabad lesz. Csak szólok. Igen, Juli jól halad. Igen. Azon irányba, hogy szabad legyen. És felhívtuk Kalmár Jánost, az UFO szövetség vezetőjét, mert hogy a tejúton túlról érkezett egy rádiójel, amit nemrég fogtak amerikai űrkutatók, a rejtélyes jel állítólag 5,5 milliárd fényévről érkezhetett, néhány tized másodperces rádiójel forrása pedig vagy egy fekete lyuk, vagy pedig értelmes civilizáció. Felhívtuk Jánost, hogy mondja el, valójában mi lehet ez a jel, amit fogtak az amerikai. Igen, de azóta már volt fönt egyébként Feri az üzemorvosnál, és most sajnos nem megnyugodtam, ezt akartam mondani, egy nagyon kedves, nyugodt beszélgetést folytattunk vele. Igen, na megmutatjuk, mi történt velünk ma reggel. És küldtél neki e-mail címen? Igen, átküldtük, azt mondta, hogy most nem tud küldeni. De délután már állítólag majd tud, úgyhogy ha megjön, akkor azt körbe küldöm nektek. Jó, a holdra szállásra. Egy csomó dolgom van a ház körül. Ne terheljelek, mi? De át fogom küldeni, jó? Küld már, hát nézzük már meg, persze, hogy hétfőn hozd be, és akkor adásba megnézzük, hogy milyen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Feri ideges egy kicsit. Mi nem, van semmi nincs. Azért ütöm, hát, ha visszajön a bal füle. Ja. Bántsátok már ezt az embert. Mert az a hihetetlen erőd, az a vártorony, az, amit ő a szkeptikusság szikláiból emelt, elkezdett repedezni. Aha. És most ettől a Feri kellemetlenül érzi magát, mert minden, amiben korábban hitt, az most semmivé vált. Ki egy dolog maradt nekem, a csülök és a kolbász. Ami viszont ugyanolyan. Az a biztos, ami a tányérom van, Ferikém. Ami a tányérom van, az a tuti. Amit megettél, megittál, az már tiéd, senki nem veheti el. Amit látsz, amit fogsz, az ott van. Amit nem látsz, nem fogsz, az nincs ott. Ennyi. Ez a pacit. Csabikám, mi a helyzet? Voltál sportolni? Voltam, ma reggel is. Jól meghajtottam magam. Na, edzettem, jól leizzadtam, de a Jani kedvére elmondom, hogy lezuhanyoztam utána. Na, jó van. Jó. Na, kérdezni akartam, hogy mi ez a párfilme használna. De még kifogás volt a Jani, hogy nem zuhanyzol? Vagy nem, mindig azt hiszi, hogy én ezt kiszoktam hagyni a programból. Volt, kifejezetten kértem, hogy ne fürdjön le. Szereted úgy? Úgy szereted? Ne fejezzük le, de úgy szeretjük. Igen, úgy szeretjük. Ha, ugye. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Addig egy kis bugi, gyerekek.
Yeah, itt a péntek este, szevasztok magasra mindenki. Töltsd a koktél, gyere Béli. Gyere, rázunk egyet, kis csajsz. Ígyunk egy mojitót, ja? Halló? Igen, hát ezek mi lennénk. Hello, jó reggel. Walker! Bizony. The morning show. Igen, elfelejtetted. Hogy hívnak, hello? Zalán vagyok, sziasztok. Hello, Zalán. Figyelj, igaz a történet, amit írtál? Igaz. Édesanyám mesélte, hogy ott a piramisoknál valamelyik kamrába jöttek, és bele volt, és hogy így járt a Kovács család. Döbbenet. Ugye beszélgetünk egy érdekes témáról, Tutengámon halotti maszkjáról, letört ugye az aranyozott szakából egy kis darab, amit egy ilyen epoxi ragasztóval visszarögzítettek, óriási balhé van belőle, majd a rögzítésnél még meg is sérült ez a maszk. Ne, semmi, 3000 éves enged, de nem egy fontos darab egyébként. És hát te megírtad nekünk ezt a történetet, ez döbbenetes. Hát édesanyját a saját szemével látta, hogy itt járt a Kovács család. A híres. És azóta is minden családi ebédkor előkerül ez a történet, és azért jót kacagunk rajta. Döbbenet. Nagyon tetszett a történetet, sajnos nem mondtad, hogy morning show. Pedig már úgy vár. Azt hittem, hogy Anna letiltott, mert nagyon sokszor írtam SMS-t, de... De ez most átütötte magát. Mindig mondjuk a hallgatóknak, hogy ne legyenek paranoiások, több ezer SMS jön be, egy csomót nem is mindig látunk, ugye a hirtelen megugrik a témáknál, hát itt nem tudunk mindig mindent beolvasni. De látod, hogy átjönnek, hát ez a bizonyíték. Így van. Jó. Hát és Anna nem ennyire szigorú azért. Nem. Te vagy a nap hallgatója ajándékcsomag nélkül, de ez így is egy kitüntető cím, az SMS-ed az nagyon tetszett, ha Egyiptomban járunk, megkeressük ezt a feliratot, jó? Rendben, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, Csabikám, hát mondj valami jót, milyen zenéd lesz így. De a sztorihoz hozzákapcsolódhatok? Hogy nem, mondjál, persze. Ilyen korábbi rádióban, ahol már dolgoztunk mi együtt, én egyszer tönkretettem egy monitort. Az is véletlen tényleg volt. Tényleg? Jut eszembe. De ez a Danban még? A Danabius? Igen, mit csináltál? Valahogy a keverés meg a vágás közben nekirepült az egér. Nagyon sietett a Csabi, én tudom, hogy kívülről néztem, így nagyon sietett a Csabi, és előtte krémezte a kezét, és kicsúszott az egér. Az volt, nagyon-nagyon kőkorszaki viszonyok voltak, és ugye zsinoros volt még az egér, és ahogy én azt hogy kicsit arrébb húztam, a zsinor visszarántotta, és pont a monitor közepébe pattant bele. Imádom, hogy kőkorszaki módszer zsinoros volt az egér, 2 darab zsinoros egér van előttem. Szerintem csak zsinoros egereink vannak mindig, de most már vigyázok. De már vigyázol, igen. Most már vigyázok, igen. És hogy nem a zsinor visszarántotta, és belerepült a monitorba? Belerepült, aztán próbáltam eltusolni, szóltam az IT-soknak, hogy hozzatok már egy monitort, ami látszik is, hogy mi megy. De aztán a következő ilyen nagy meetingen az akkori főnökünk, aki most is főnökünk, ott ült egy törött monitorral a kezében, és mondta, hogy Csabikám, mesélj erről. És mondtad neki, hogy Csabikám, törött ez a monitor, persze, csak fordítsd meg, mert a másik oldalon állt. És aztán akkor találtam ki ezt a sztorit, eddig még senki nem hitte el, remélem ti most elhiszitek, hogy így történt. Persze, én szemtanú voltam, én megvédtelek. Igen. Köszönöm szépen. Milyen zenék lesznek, Csabim? Hozom nektek, tudom, hogy te nem kevésbé kedveled a csapatot, de hát ha majd most, a Compact Disco. Nincs olyan akinek bajom. Azért vannak érdemeik itt Magyarországon, mondj annak ellenére, hogy hát például, hogy hatalmas slágereik vannak, és szeretik őket az emberek, és olyan koncerteket adnak elektronikus zenével, tehát azért ez szerintem egy nagy érdem. Viszont eddig még nem volt magyar nyelvű daluk. Ez is igaz. Uh-huh. De most már van. Ez is igaz. Hallottuk is. Te meg én. Hogy? Együtt fogjátok hallgatni? Ez mi? Ja, ketten hallottátok már? Ez a dal címe. Compact Disco. És ez most valami eredeti? Mert hogy mindig áthallok más. Kell erre válaszolnom? Nem úgy, hogy ez most úgy ihletetten írták, és jó, meghallgatjuk. Nagyon kíváncsi. Hasonlít a korábbi közös kedvenceinkre, ennyi. Na, meghallgatjuk őket. Mi a recept, Ferim? Hát, ha átküldöm a fényképet végre, Laci, most írt SMS-t, hogy azt elfelejtettem, akkor föl is kerül a mi Facebookunkra. Már tegnap mondtam a Gábornál, hogy hal lesz. Egy ilyen praktikus tanácsokkal ellátott kis szettet írtam össze, hogy mire figyelj, mikor halat veszel meg, hogy kell megsütni. De én egy tengeri... Hogy ne kecsege legyen, mert az védett. Nem védett a kecsege, nem lehet kapni. Most akartam venni kecsegét. Azt mondták, hogy védett. Csak az év hala, annyi. Most visszük föl, érted? Aha. Hogy mindenki kecsegét egyen, a kecsege pörkölt egyébként remek étel. De az év hala, úgyhogy ezt most megtanuljuk, tehát tengeri hal lesz. Vagy van, már nálam már nincsen, mert megettük, de hogy én azt sütöttem, és tele van egy csomó olyan tényleg jó tanáccsal, hogy mire kell odafigyelni. Jó? Ez jó. Van. Tengeri, ha kukorica. Aha.
Kukorica hallal. Kukorica pontjal. És valami sima köret, mint a bulgur, a polenta, vagy a rakott rikottal, tehát semmi, sima krumpli, egy adag rizsával, hát nem szúrhatott ki ezzel a szemem, hát csak van valami azért valami. Mit írtam oda, hogy én salátával készítettem, de mindenki azzal leszi, amivel akarja, mert megértő vagyok. Na, azért te is javulsz. Jó van. Oké, Csabi jön a kívánság műsorra, kérjetek tőle dalt sokat. Jó. Például az új kompaktdiszkót, az magyarul. Első magyar nyelvű kompaktdiszkódal. Igen. Akik nagyszerű koncerteket is szoktak adni, igen, ugye? Nem mondtunk mindent, hogy hiányérzetem, nem mondtunk mindent. Nem, nem volt minden. Csabival beszéltünk. Jó van, mindenki vigyázzon. Csak, ja, nem, azt is elmondtuk. Vigyázzon mindenki magára hétvégén. Jó, hétfőn 6 órakor érkezünk. Szép napot, szevasztok! Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.